Köszöntöm a Digisport nézőit innen a székesfehérvári First Fieldről, ahol hamarosan megkezdődik a Makers Mark Hungarian Football League alapszakaszának utolsó fordulója, Fehérvár Entroners Budapest Cowboys mérkőzés. Nagyon fontos találkozó ez, hiszen arról dönt, hogy melyik csapat lesz a második kiemelt a Budapest Wolves mögött, és pihenhet majd, és nem kell pályára lépni a wildcard körben. Itt vannak velem állandó szakértőink, Zahovai Ádám és Kovács Bálint. Szervusztok, urak! Mit várhatunk a mai találkozótól? Küzdelmes mérkőzést. Szerintem egyik csapat sem kész arra, hogy feladja azt a wildcard kört, amit egyébként ugye kihagyhat akkor, hogyha ezt a találkozót behúzza. És szerintem egyébként lesz olyan játékos a mai napon, aki kimagaslót fog alkotni majd Fehérvári és Cowboys oldalon is. Menjünk mélyebben bele a dologba? Mit vársz, Bálint? Aztán belemehetünk mélyebben. Nagyon harcos mérkőzés fogok várni ettől a két csapattól, és nagyon fontos szerintem a Budapest Cowboysnek, hogy azt a plusz egy hetet meg tudja kaparintani. Ugye nekik a pályagondok miatt is lehet ez az egy hét nagyon-nagyon fontos, de azért a Fehérvár sem fogja feladni azt az esélyét, hogy megnyerje ezt a mérkőzést, és pihenhessen még egy plusz hetet. Na akkor most menjünk bele egy kicsit mélyebben is, mivel készültél nekünk szakértői elemzésként. A Fehérvár Entroners oldaláról azt szeretném kiemelni, hogy Tuiasoa rendkívül kimagasló játékos, és talán ő az, aki egyébként eddig viszi a stafétát a fehérvári oldalon. Kíváncsi leszek, hogy esetleg más játékosok fel tudnak-e nőni mellé, legyen akár egyébként Gombos Bence, vagy Bakonyvári Patrik, Tóth Nándi. Valaki lesz-e olyan, aki egyébként fel tud nőni az import mellé, és tud-e olyan teljesítményt hozni, amivel akár eldöntheti ezt a találkozót? Kíváncsian várom, hogy így lesz-e. Igen, nem feltétlenül fogsz tudni statisztikában mindent elmondani nekünk, de hogy Tuiasoa futóként, irányítóként vagy elkapóként jobb? Egyelőre én úgy gondolom, hogy elkapóként jobb, tehát hogyha futó pozícióból kimozog elkapóba, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon fontos célpontja lehet Gombos Bencének, de ne feledkezzünk meg az elkapókról sem. Ugye ott van Poprádi Márk, ott van Tóth Nándi, Bakonyvári Patrik, ők pedig a vertikális támadójátékban nagyon nagy szerepet játszhatnak, hogyha lesz megfelelő protection, akkor pedig Gombos ki tudja emelni úgy a labdákat, hogy ez a három célpont nagyon sok yardot és touchdownokat szerezhessen. Zahol, szerinted előfordulhat, ami a Steelers ellen volt, hogy Gombosnak labdához sem kell érni ahhoz, hogy pontokat tegyen föl az Entroners a táblára? Meg lennék lepve, hogyha az a csomag, amivel ugye előálltak a Miskolc ellen, az egy egyszeri alkalom lett volna. Valószínűleg egyébként Tuiasoa fog még fölállni center mögé, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a mérkőzés az lesz, ami ezt egyébként nagy hangsúllyal fogja majd megoldani. Mert arra várok azért, hogy a Cowboys készült ebből a játékból, nem lesznek meglepve úgy, mint a miskolci srácok, és biztos, hogy szeretnék kikapcsolni a Fehérvár legjobb játékosát rögtön. Ha már a Cowboysnél tartottunk, akkor nézzük meg, hogy mit vársz a Cowboystől, főleg a támadó oldalon. Vári irányítóként ugye nagyon-nagyon jó szezont hoz a HFL idei szezonjában. Egy másik kimagasló nevet szeretnék mondani a Cowboys támadói közül, Mészáros Márton nevét, aki korábbi években is már egy nagyon stabil játékos volt, de úgy gondolom, hogy most robbant be igazán. Most van egy olyan éve, ami magabiztosan egy első számú elkapó szerepkörért harcol, és szerintem most Mészáros tudja hozni azt a játékot, amivel egyébként egy nagyon kimagasló célpontja lehet az irányítójának. Ezen a mérkőzésen tőle nagyon sokat várok. Mennyire pontos Vári mostanában? Nagyon pontos a mérkőzések első játék részében, ott sűrűn találja meg az elkapóit úgy, hogy pontosan a passzok jó helyre mennek a labdák, és utána az elkapók még yardokat tudnak hozni az elkapásokból. És igen, itt a Mártonokról beszéltünk már, akkor Cirok Marcit is érdemes kiemelni, mert ő az ilyen mérkőzéseken mindig nagyon keményen teszi oda magát, mindig touchdownokat szerez, fontos yardokat szerez, harmadik downokon nagyon lehet rá számítani, úgyhogy szerintem ő lehet a másik X-faktor ebben az offenszben, és azért láthattuk, hogy ha nem csak ő kap labdát, hanem a többiek, akkor pedig nagyon szét lehet húzni ezt a pályát. Az egy nagy kérdés még, hogy mondjuk Zax szerepe mi lesz a mostani mérkőzésen. Tavaly három touchdownt is szerzett itt a First Fielden, aztán a Wolves ellen ugye már rúgóként is bevetették. Multifunkcionális lesz most is? Abszolút egy all-around player egyébként Zax Norbi. Én kíváncsi vagyok, hogy milyen állapotban fogja tudni megkezdeni ezt a mérkőzést, hogy inkább elkapóként, vagy inkább rúgóként számolnak vele. Én úgy gondolom, hogy többet lesz fenn rúgóként a pályán, ugye tekintve azt, hogy a Cowboysnek nagyon jó célpontjai vannak, és szinte Boroson kívül mindenki szerzett már touchdownt. Igen, az, hogy Boros nem szerzett touchdownt, ez mondjuk Szarka Andrisnak egy nagy szívfájdalma, hiszen a fantasy csapatában ott van. Összességében a két védelemtől mit várunk? Azt hiszem, mind a kettő ideig nagyon jól teljesített.
A fehérvári front seven az tényleg kimagasló idén. Péter Csaba vezetésével egy abszolút domináns alakulat, akik szerintem azért most találkoznak majd egy igazán jó játékerőt képviselő támadósorral. Én azt várom, hogy ők meg fognak küzdeni ezzel a Cowboys offenzzel, és nem vagyok benne biztos, hogy jól fognak belőle kijönni. Míg a Cowboys védelmétől én sokat várok. Azt várom, hogy Jim Ward mesternek lesz azért pár kártya az ingújában, amit kijátszva meg tudja lepni őket, de összességében azért dominálni fogják ezt a támadósort. Visszatérek hozzád, Bálint, ha már kiemeltük azokat a játékosokat, akik nagyon sok szerepkörben tűnnek föl. Golitáról mit gondolsz? Ugye a védelemben is láttuk már, a támadósorban, hát a speciális csapategységben pedig visszahordóként egyértelműen szerep jut neki. Szerintem az egyik legüdébb színfoltja az idei HFL-nek Golita. Tényleg futóként, elkapóként, visszahordóként, defensívbeként mindenhol nagyon meg tudja állni a helyét. Ő nagyon sokat fejlődött tavalyhoz képest, sokkal több izmot szedett magára, sokkal jobban látja a pályát, sokkal érettebb a játéka szerintem. Ő az egyike azoknak a játékosoknak, akiket idén a legértékesebb védőként emlegethetünk. Gyors kérdés, pihenni vagy meccset játszani, melyik a jobb, Zahu? Pihenni szerintem ebben az esetben. Az, hogy a wildcard meccsen nem kell szerepelniük, és egyel kevesebb mérkőzést kell játszaniuk, az egy nagyon értékes tény lehet. Egyel több pihenés, egyel kevesebb esély arra, hogy sérülések fussanak bele. Szerintem egy értékes dolog az, hogy valaki nem jut be a wildcardba, hanem rögtön az elődöntőben kezd. Pihenés? Pihenés, én is abszolút ez emellett állok, főleg abban a tekintetben, hogy ugye azért a szezon vége felé járunk, és már sérülésekkel bajnodnak a játékosok, itt azért nem mindegy, hogy 2 vagy 3 hetet fognak pihenni. Azt már akkor tudják, hogy a szakértőink mit gondolnak arról, hogy pihenni vagy nem pihenni, most viszont megnézzük, hogy az edzők mit gondolnak a mai találkozóról. És itt is van velem a vendégek mestere, Troy Baker. What do you expect from this game? Mit vár ettől a mérkőzéstől? Hát egy nagyon kemény csatát várok, két csapat a második kiemelésért, tehát az elődöntőért és egy bye weekért, tehát egy üres hétvégért megy. Biztos, hogy kemény mérkőzés lesz, fizikális, keményen fognak küzdeni, ezt várom. Do you expect more points than against the Wolves? Több pontot vár, mint a Wolves ellen? I would love to score more hát szeretném, hogyha több pontunk lenne, mint a Wolves ellen, ez természetes. Elég sok hibát csináltunk az előző mérkőzésen, főleg a második félidőben. De igazából azt szeretném, hogy vigyázzunk a turnoverekkel, tehát ne adjuk el a labdát, és okosak legyünk a labdával, ami nem minden alkalommal sikerült. As I saw the previous games of the Cowboys, penalties. Azt láttuk az előző mérkőzésen, hogy a Cowboysnak elég sok volt a büntetése, tehát valószínűleg ugye mentálisan fel kellett készíteni. Igen, remélem, hogy ez sikerült. Ezzel már megpróbálunk megküzdeni, beszéltünk a srácokkal erről, és remélem, hogy ma fókuszáltak lesznek, és készen állnak majd erre a mérkőzésre, mert hogy nagyon fontos találkozó lesz ez nekünk, és aztán nyilván nem nagyon lehet, hogy egymás után játsszuk a mérkőzéseket 2-3 héten belül is, úgyhogy összességében az edzői stábnak is okosabbnak kell lenni, mint eddig, és akkor rendben leszünk. In a podcast overtime we had Mészáros Marci and he said podcastben Mészáros Marcival beszéltük, hogy igazából szeretnétek igazából pihenni. Melyik lenne a jobb? Igen, szeretnénk pihenni, nem szeretnénk plusz egy meccset játszani, ez teljesen egyértelmű, úgyhogy ezért fontos lenne az, hogy pihenjünk, és most már itt a szezon ezen pontján fontosabb az, hogy pihentessük a játékosokat, és ez fontos. Ne sérüljenek meg, úgyhogy szeretnénk azt a pihenő hetet, ezáltal másodikok lenni az alapszakaszban. Thank you very much. Köszönjük szépen. Mit vár ettől a mérkőzéstől? Hát két jó csapat lesz itt a pályán, úgyhogy ezt kell majd a magunk javára fordítanunk. Last time you managed to get the running game going. Az előző mérkőzésen ment a futójáték, hasonlóra számít? Hát igen, gyakorlatilag az offense az beindult így módon az előző meccsen. Nyilván ezen dolgozni kell és próbálni sikerre vinni. Would it be hard to fight against this very solid defense of the Cowboys?
A Cowboysnek egy nagyon jó védelme van erre, hogy lehet felkészülni. Hát igen, a hat játékosuk, a front six nagyon-nagyon kemény, úgyhogy erre kell majd leginkább készülni. If we are talking about the Cowboys offense, they are good in the passing game. Hogyha a Cowboys offenszéről beszélünk, ők nagyon jók a passzjátékban, de nem megy igazán a futójátékuk. Arra számítanak, hogy passzolni fognak? Hát igen, ez a run pass optionre számítunk, és igazából erre kellett felkészíteni a védelmünket, úgyhogy erre volt idő, úgyhogy ezt várjuk egyébként tőlük. Last time Ryan was the MVP of the game. Az előző mérkőzésen Tuija Szóval volt az MVP. This Cowboys team on this game and said, nem no, kell neki motiváció, ezt ugye megkérdeztük az előző mérkőzés után, nem kell neki motiváció. Igen, de minden mérkőzés fontos, tehát ez teljesen egyértelmű. Minden meccset meg akarunk nyerni. Fontos lenne, hogy ne játsszunk most olyan sűrűn, tehát nekünk is fontos lenne az, hogy legyen egy szabad hétvégénk. Ennek a fényében játsszuk majd a meccset. Thank you very much. Köszönjük szépen. És akkor az edzői nyilatkozatok után most jöjjenek a tippek, hogy hogyan is tippeltünk erre a mai mérkőzésre. Kezdjük is Bálinttal. Én úgy gondolom, hogy a fehérvári alakulatnak nagyon jó edzői gárdája van, és nagyon jó felkészülés kezdtek meg erre a szezonra, de egyelőre a Cowboys előrébb tart, és én egy komplexebb csapatnak gondolom őket, ezért szavazok rájuk. Jöjjön a kakukk tojás, vagyis én a Fehérvár Entroners győzelmére tippeltem. Azt gondolom, hogy az eddigi mérkőzésein a Cowboysnek nagyon-nagyon sok apró hiba volt. Nagyon-nagyon sok zászló, tehát hogy én egy picit úgy érzem, hogy fejben ők még nem álltak össze erre a szezonra. Játékban már valóban, de ezek az apró hibák, ezek el tudják dönteni a meccset, és a szurkolók pedig majd talán belehajszolják a Fehérvár Entronerst egy győzelembe. Úgyhogy Fehérvár Entroners. Zahó? Én úgy gondolom, hogy a Budapest Cowboys lesz a mai mérkőzés győztese. Elsősorban egy domináns védelmi teljesítményt, és egy-egy kimagasló játékot várok a támadósortól, Vári jó teljesítményét, és a fehérvári védelemnek egy kisebb fajta leépítését várom. Budapest Cowboys. És akkor itt is van már velünk Szark Andris, aki nem tűkön ül, hanem tűkön áll. Mire tippeltél, Andris? Én két éve láttam olyan markáns védő teljesítményt, amire egyébként Zahó is már utalta a Cowboys-től. Törzsök Tamás remekül játszott a Wolves elleni találkozón. Én a védelmükben erősebbnek érzem, az irányítójukban erősebbnek érzem szintén a Cowboys-t. Vári Tominak remek éve van, úgyhogy vendéggyőzelem és Cowboys második kiemelést várok. Hát akkor meglátjuk, hogy mi lesz ezen a találkozón. Ne menjenek most már nagyon messzire, mert hamarosan következik a mérkőzés, ami a második kiemelésről dönt itt az alapszakasz utolsó fordulójában. Fehérvár Entroners, Budapest Cowboys. Jövünk hamarosan. Elérkeztünk a 2019-es HFL szezon utolsó olyan hétvégéhez, amikor még nem kieső csapatok vannak, hanem csak a pozíciókért küzdenek. Köszöntjük a nézőket a székesfehérvári First Fieldről. Márpedig ez ugye azért lesz fontos, mert itt kopogtat lassan már a playoff, és ott már ugye valóban eldől az, hogy mely csapatoktól kezdünk búcsúzni. Itt még az utolsó dőlhetnek el. Tehát a legnagyobb tételbíró mérkőzésnek a játékvezetői csapata kocog be a gyepre, és rögtön sorolom is a neveket. A referee Zsidai Attila lesz, az umpire Szerényi Gábor, a headlinesman Gazda Pál, a line judge Gábor Péter, a back judge Krucs Roland, a side judge Szőke Tamás, a field judge pedig Sipos Ádám lesz. És akkor most először jöjjenek megszokott módon a vendégek, mégpedig a Budapest Cowboys. Jake Van Hankinson hívja őket most táncba. Az a Budapest Cowboys, amely 3-0-val kezdett,
legyőzött három ellenfelet is az első három fordulóban, és egy nagyon-nagyon szoros budapesti rangadón veszítette el a veretlenségét, egyben az esélyét arra, hogy első kiemelt legyen. Így már csak a második helyért küzdhet, de nagyon sokban hasonlít ez a csapat ahhoz, amely két éve bajnok lett. Akkor is volt egyébként ugye alapszakasz veresége a csapatnak, most is van, ezen túlestek, innentől kezdve viszont harcolhatnak az elődöntőért. Pályán tehát a Budapest Cables. Szóval 6-6-ra győzték le a Kiev Capitals-t, 38-21-re a Miskolc Steelers-t, 18-6-ra a Győr Sharks-ot, és aztán következett a 9-7-es Wolves elleni vereség, tehát a Cowboys először a pályán Fehérben, és most akkor a hazaiak, a Fehérvár Entroners, amely szintén harcban azért, hogy második kiemelést nyerjen el, egyetlen vereséggel az alapszakaszban, amit a Budapest Wolves ellen szenvedtek el, és már több alapszakasz sikerrel, mint az előző idényben. Két mérkőzésen összesen szereztek, ahol csak kettőig jutottak, most már három van nekik vereségből, ugye egy, tehát 2-3-1-es csapat, de most másodszorra a pályán kékben a Fehérvár Entroners. Egy hétre verték meg a Győr Sharksot először idegenben, aztán itt a First Field-en intéztek el 23 hétre a Kiev Capitals-t. Jött szintén egy hazai mérkőzés, az egyetlen vereség 34-10 arányban a Budapest Wolves-tól, és aztán sikerült javítaniuk az előző fordulóban. 44-6-ra verték meg a Miskolc Steelers együttesét Felső Zsolcán. Egyébként ugye a tavalyi HFL alapszakaszában találkozott ez a két együttes először, akkor 34-12-re győzött a Cowboys. Zax Norbert hatalmas mérkőzése volt az a tavalyi három touchdownnal, ettől függetlenül azért ugye Bakonyvárit is még mindenképpen ki kellett emelni fehérvári részről, aki duplázott, és ugye emellett még Takács Bencének volt egy touchdown elkapása, illetve Rojáknak, utóbbi kettő játékosa a Cowboysnek itt most nem lehet jelen. Takács Bence már Németországban vitézkedik, Roják pedig sérüléséből épül fel. Úgyhogy az eddigi HFL örök mérleg 1-0 a Cowboys javára. Nyilván azért összességében sok minden változott mind a két együttesnél a tavalyhoz képest. Az Entroners feltétlenül erősödött, de azt gondolom egyébként, hogy a Cowboysről is elmondható. Jöjjenek először a kapitányok, a pénzfeldobáshoz érkeznek tehát 4-4-en. Köszönjük, szeretném megkérdezni a vendégcsapatot, üdvözlő a hazai csapatot. Üdvözlünk mindenkit a mérkőzésen, a vendégcsapat beszélő kapitány a hazai csapattól. A királynő a fej, a kenguru az írás. A királynő a fej, a kenguru az írás. Választás. Csak az írás. A pénzfeldobást a hazai csapat nyerte és halasztottak. Urak, honnan szeretnének rúgni, urak? Hova? Melyik térfér? Köszönjük. Honnan szeretnének rúgni, hova? Jó, rendben. A mérkőzés a vendégcsapat visszahordásával kezdődik. Hát azt hiszem, hogy itt elveszett a szél tengerben a játékvezetői bejelentés. Visszahordást választott, hogyha minden igaz, akkor az Entroners. Úgyhogy először tehát Jim Ward mester csapatáé lehet majd a labdabirtoklás joga. Itt van tehát a fehérvári vezetőedző, akinek azért az irányításával nagyon komolyat fejlődött tavalyhoz képest az együttes, Troy Baker pedig azt gondolom, hogy azokat a ráncokat varta fel a tavalyi Cowboyshez képest, amit meg kellett tenni. Mondjuk a felállásból gyorsan
hát is kell alakítanom, tehát a Kábelszé lesz először a labdavirtoklás. Így állnak fel, hát sajnálatos módon nem sok mindent lehetett hallani a bejelentésből. Zahovai Ádámmal állandó szakértőnkkel nézzük majd ezt a találkozót. És Baksa Ferenc indíthatja majd el a kikoffal a labdát, Mészáros és Golita pedig felkészülnek arra, hogy bármelyikük kezében landol is a labda, azzal visszahordást produkáljanak. Hát ebből nem lesz visszahordás, köszöntöm én is a nézőket. Érkezhet azonban Vári Tamás vezetésével a Cowbells támadó alakulata, a 20 yardosról kezdik meg az első támadást ezen a mérkőzésen. Így van, tehát akkor Baksa nem bízta arra, hogy esetleg Golita vagy Mészáros sebességét kihasználva több yardot szerezzen. Ez volt a biztos. És ráadásul, hogyha minden igaz, akkor ebben a nagy rúgásban a szél is segítségére lehetett Baksának ezúttal, tehát akkor ugye a képen jobbról balra lehet igazán embereset rúgni, hogyha minden igaz elsőre, most úgy néz ki a dolog. Na de akkor a lényeg, hogy először pályán, tehát a Cowboys offense Vári Tamás vezetésével, akinek szülinapja van ezúttal is, köszöntjük innen is a kommentátor állásból. Hát azzal köszöntötték, hogy nem kapott igazán jó snappet, aztán ez a játék pedig el is hal. Szírók lábához érkezett a labda, ez egy ilyen adhok jellegű megoldás volt. Gyakorlatilag ott a snap elejtésének pillanatában ez a játék már nem nézett ki igazán jól. Alapvetően egy bubble screen szerettek volna eljátszani, tehát Cirok mélyebben érkezett, mint az előtte lévő elkapók, hogy megkaphatta volna a labdát. Akár egyébként ebből passzolhatott is volna, mert ez egy hátrafelé passz lett volna elsőre. Azonban a snap alacsonyan jött, és innentől kezdve dugába dőlt az egész játék. Láthatjuk az Entroners védelmét, amely azért nem produkál rossz számokat. Jabray régen elképesztő volt két hete, miközben a Cowboys fut, de azzal nem nagyon jutott előrébb, mint hogyha még csak a line of scrimmage-et sem érték volna el ezzel. Lehman futását láthattuk. Így van. Kicsit több yardot kell majd így harmadikra hozni. Itt van tehát Vári Tamás 10 passzolt touchdownnal, 6 interceptionnel, 81,4-es a passer ratingje, és elképzelhető, hogy ezen a mérkőzésen eléri majd az 1000 passzolt yardot, viszont ami még fontos vele kapcsolatban, és megjegyzésre vár, hogy az első 3 fordulóban mindannyiszor futott is touchdownt. Na ez most egy jó elkapás, de aztán azonnal ott van Jabray régen, és kitessék Eli Lehmant. Így is lehet fogalmazni, hogy meglehetősen nagy taszítás volt egyébként. A kettejük között egyébként szerintem egész szolid 30 kiló különbség van. És ezzel egyébként az a szolid lökéssel nem sikerült megszerezni a first down-t a Cowboysnek, így azonban pántra kényszerülnek az első támadásukból. Ugye Lehman sebességből próbálta volna meg megkerülni régen, de hát egyrészt hatalmas ember, és másrészt nagyon gyors is. Tehát ez egy hamába volt kísérlet volt. Pánt jön tehát, three and out-tal kezd a Cowboys, és ugye sok szó esett az utóbbi időben a rúgó kérdéséről a budapesti együttesnek, de most nézzük Wallace visszahordását. Átvitte a Cowboys tér felére a labdát. Nagyon-nagyon jó kiinduló pontba. Egyébként ugye szó esett át, nincsen olyan rúgójuk, aki elvégezze a field goalokat, extra pontokat igazán kiegyensúlyozottan, de a Panther helyzet sem megoldott. Ettől függetlenül ez a pánt nem volt annyira rossz. Wallace viszont megkaparintotta a labdát, és egészen pontosan a Cowboys 38-asáig vitte előre. Több szerelési kísérletet is lerázott magáról. Miközben egyébként a Cowboys turkolók gyűrűjében ülünk. Ki nem találták volna valószínűleg a nézőink. Miközben egyébként először Tuiasoa fogja megint csak megkapni a labdát. Így van, Tuiasoa. Játékkal indulnak, mint... Amiből egyébként azonnal touchdownt vitt a Steelers ellen az első játékából a csapat. Most nem sikerült egyébként touchdownt szerezni, de 3 értékes yardot azért összeszurgolt a Hawaii fiú. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag azonnal a snap pillanatában rárobbantak. Megnézhetjük a fehérvári támadósort. És hát azért figyelni kell Tuiasoára elsősorban, de Novakovnak is volt már futott touchdownja. Bakonyvárit említettem
akinek tavaly volt jó meccse, de Tóth Nándort is feltétlenül azért ki kell emelni elkapott társdánokkal. Tuyasoa törik előtte az utat, ettől függetlenül sikerült őt levinni, nincs még meg a first down, viszont egyelőre úgy néz ki, hogy ezek a direct snappek Tuyasoának továbbra is mennek, és egy opció ez az Entroners támadó sorában. Cables védelem egy nagyon-nagyon elit front seven-nel, vagy hát front six-el, mert Golita gyakorlatilag inkább ugye Robert játszik ő is, és a defensive back-ek sora Demeter Ádámmal, akit ugye az előző idényben elvesztettünk szezon közben. Hoppá, gombos, és ott már nem mer passzolni, így nem lehetett first down. Csak az volt a lényeg, hogy ne veszítse el labdát Gombos Bence, ezért ráhasalt végül az Entroners irányítója, kicsúszott a kezéből, ez kinek a hibája ilyenkor? Összességében szerintem az irányító érzett, hogy elkapható labda volt. Viszont Gombos az első kettő játékban nem volt fenn a pályán, amikor felérkezett, akkor pedig egy ilyen nevét vette észre magát, valószínűleg nem így szerette volna elkezdeni ezt a mérkőzést. Viszont jól kezdett a Cowboys védelme. Amit egyébként azért talán várható volt, a 38 yardosról indulhatottak az Entroners, a Cowboys 38 yardosáról, és a 40-esen adták át, ott a punt, ami egy elég gyatra kísérlet lett így. Sárga zászló közben. Látszott, eltarolták egyébként, miután elrúgta a labdát. Ugye a kérdés az, hogy ez vajon mikor indult ez az indulat. Hallgassuk meg a referit, hogy ő mit gondol erről az esetről. Ugye itt meg a long snap-el volt probléma. Running into the kicker. Defense egyes játékos. Na, hát 5 yard büntetés. Ki, hogy a negyedik kísérletet megismételjük. Alakulnak majd. Azért, akik jelnyelvből beszélnek zebrát, azok segíthetnek ezen én a dolgon. Csak delfint tudok. Hát ez kellemetlen, de... Meg vadlovat. Mustangot. Nem, bronkót. Bocsánat. Összességében egyébként running into the kicker szabálytalanság. 5 darab yarddal előrébb csúsznak, azonban innen még nem feltétlen, de ha jól látom a fehérvári alakulat, akkor neki megy ennek a negyedik kísérletnek. Magunkat tudjuk ilyenkor ismételgetni, de hát ha vannak új nézőink, azért HFL-ben ez az a zóna, ahonnan el lehet indítani egy negyedik kísérletet, egy labdavesztés esetén is nem olyan rossz, ugye azért ez a kiinduló pont. Na de Gombos meg is találja az emberét, megvan az elkapás, Bakonyvári. Lassan kell fel egyébként Patrik utána, egy nagyon szép tíz és aztán be felé érkező rútot láthattunk. Gombos türelmes volt, Bakonyvár pedig nagyon szabad. Nem volt igazán kérdés. Első és 10 a 20 yardoson. Csak tovább haladt valahogy az Entroners támadó egysége. Itt van Gombos Bence. 5 passzoltásdánnal, de csak egyetlen labda eladással. Ez most egy futójáték, amire azonnal oda robban a Cables védelmi egysége. Arató tápászkodik fel, aki szintén egy kiváló tagja ennek az egységnek. Ezzel a futással nem sokra jutott az Entroners. Második és 10. Érkezik a motion, Tóth. Gombos, azonnal elhajítja Tóth Nándor irányába. Magas volt. Próbálták kihasználni azt, hogy a motionből érkező ember lendületből kifele tud menni. 3 touchdownja van egyébként Tóth Nándornak. Ő a második legeredményesebbje az Entronersnek, az 5-tel álló Tuyasoa mögött. De ugye ebbe az 5-be nem számolható bele a passzolt touchdownja, mert hogy most már olyanja is van, mégpedig a Miskolc Steelers elleni mérkőzésről éppen Tóth Nándort találta meg. 3. kísérlet jön. Igazán Cowboys oldalon egy kicsit bizonytalanok, hogy hova kéne felállni. És bent áll Novakov, mégpedig Gombos balján, akit ezúttal megvédenek, de aztán jön az ember, és megvan az elkapás, mégpedig a first down határán Bakonyvári húzza le, aki a második first down-ját hozza, aztán utána lekéreckedik egy cserével. Egy
érdekes párharc lehet egyébként, hogy Olá csapattársa volt ugye harcainak még a Budapest Hurricanes színeiben, és nem mellette a Novakov Dávid is ott volt akkor még linebackerként. Ismerősen találkoznak a pályán. Bakonyvári egy nagyon rutinosan oldotta meg ezt a dolgot. Igen, de azért ütközni nem szeretett volna. Biztos, ami biztos. Időkérés. Időkérés. Hazai Fehér csapat. Már. Első csapat időkérés. Első csapat időkérés. Így van, így van. Ezt mondták be Zsidai Attila egészen pontosan. Magyar hangja az, ahova járdám. Megtisztelő feladat. Hallgassunk bele, mit történik az oldalvonalaknál. Hát elképzelhető, hogy ez is elveszik valahol ez a hang a szélben. Már pedig elveszik. No, hát akkor ez gyors megbeszélés volt. Érezték, hogy nem tudnak mit mondani a tévének, úgyhogy jó, akkor srácok, menjünk fel, azt csináljuk meg inkább. Ja, ja, ezért kérték ki. És aztán amikor jött a visszaigazolás, hogy nem vagyunk benne a tévében, legalábbis hangilag, akkor na jó, menjünk. Menjünk. Taps. Go. Így képzeled? Taps. Go. Na nézzük akkor, hogy az első kísérlet a 10 yardoson belül. Első is gól. Fehérvár Entronels. Gombos Bence is fönn van a pályán. És Tujjátszóa is mellette. Hangzavar meglehetősen nagy. Gombos. Hopp, hopp. De még csak pumpál, aztán leviszik. Nem volt meg az embere. Ugye először magának balra tekintette végig az elkapó hadat, Gombos Bence, mert ott hárman is álltak, aztán változtatnia kellett. Itt lehet majd látni. Ugye jobbra kereste. Igen, először jobbra kereste, így van, és aztán utána ott, amikor nem találta meg. Ő szerette volna ezt felívelni szerintem egy go útvonalra, vagy fade-re, tehát egy gyorsan felívelt mélységi passzra, de lentet futott az elkapója. Ez ugye fontos kiemelni, ott a kettes mezben játszó fiatalember Bánfi Mihály, tehát senkit ne zavarjon össze. A német felirat. Igen. Na Gombos, egy újabb passz, és ezúttal le is húzzák! Touchdown Entroners! Tóth Nándor ismét beköszön a negyedik touchdownja a szezonban. Szépen izolálták egyébként, ugye beszéltünk róla, hogy három elkapó az egyik oldalon, egy a másikon, ez az egy az jelenleg a 82-es Tóth Nándor volt, aki eljátszotta azt, hogy slantre fut. Itt láthatjuk majd, hogy befele támad, de aztán kitámaszt, és nem volt kérdés, hogy megcsinálja ezt a touchdown utána már. Teljesen jogosan a második játékos egyébként touchdownok szempontjából a Fehérvárnál. Nagyon fiatal, nagyon atletikus és rendkívül jókezű fiú, aki hát pontszerzésekben egészen gyakran véteti észre magát. Júj, mennyi zászló röppen egy extra pontnál, ez sem megszokott. Na, igen, most akkor mindjárt megint előveszem a... Nagyon kell figyelned. Ezt a fontos skillt, igen. Ráadagadtam ugye a magyar hangját. Full start, offense 77, 5 yard, a teljesen, elnézést kérek a nézőktől, szóval akkor 5 yarddal hátrébről jöhet ez a extra pont. Zácsnak vajon rutin feladata így is, az extra. Közel kerülnek hozzá, és nem jó. Nem jó. Nem jó bizony. Kimarad az extra pont, 6-0-ra vezet a Fehérvár Entroners, Tóth Nándor elkapott társdányával, és Gombosnak pedig akkor ez a szezonbeli hatodik passzolt 6 pontosa. Itt van Tóth Nándor. És Gombos Bence is egyébként megbeszélik, igen, hogy jó volt ez a dolog. Itt a 6-nak a felét kapta el, mert ugye a negyediket Tujjátszóa passzolta neki. Azt gondolom, hogy ez kémia. Ez uram. Ilyen. Az a meglátásom, igazából a mérkőzés előtt beszélgettünk róla, hogy azért ez lehet, hogy egy védelmi csatába fog torkolni ez a mérkőzés, és egy védelmi csatában egy pont is rengeteg sokat számíthat. Könnyen viszont lehet... ahhoz képest ugye gyorsan jött ez az első TD, tehát egyébként én is azt gondolom, hogy a védelmek fognak inkább dominálni a meccsen. Hát meglátjuk. Meglátjuk, ezt tudjuk mondani. Minden esetre fájó az, amikor egy extra pont marad ki, mert az ember úgy számol vele.
Tehát minden egyes touchdown után úgy gondoljuk, hogy jó, hát akkor az 7 pont alap. Hát, itt most nem ez a helyzet. Baksa kirúgás helyzet a visszahordható, Mészáros kezében a labda. Golit, ki meglódul. Blokkot oszt ki neki, Mészáros kijön a 40-esről. De még a saját térfélen a csapat. Szépen nyitották neki a területet, ugye jó volt azonnal az első blokk Golitától, aki természetesen a speciális egységben is nagyon fontos tagja a csapatnak. Ott lehetett látni, ott is megkapja a Mészáros, és aztán rongyol bele 4-5 emberbe is, és még ahogy előre dől, úgyhoz plusz yardokat. Egészen pontosan a saját 42-eséről a Cowboys. Ez azért nem egy rossz kiinduló pont, de mindenképpen többet kell majd beletennie ebbe a drive-ba a csapatnak, mint az elsőbe. Futással indulnak, Lehmann. De ez a futás, ez egyelőre nem akar működni. Ugyanakkor érdemes megnézni, a képernyő alján volt most egy elég érdekes párharc, Bóth Dávid és Hunter párosa, ahol egy egészen komoly fejkülönbség van. Ha csak lehet, hogy nem is csak egy fej. Igen. A másik oldalon, hogy a Gyarmati egyel már magasabb kivitelű cornerback. Második kísérlet, Mészáros. Zehel Vári mögé. Aztán utána mégis kimozog. Ciók a másik oldalon, ő is még megkapja és átadja az instrukciókat Kanternek, aki a legtávolabbi játékosa ezúttal. Borost keresték, hát ez nem nézett ki jól ez a labda. De sietették egyébként Várit, ugye Jebrai régen volt az, aki beugrott elé, az nem egy jó látvány, és hát abba beleállni, abba a dobásba az nehéz. Nem Tóth sikerült. Dávid ütötte le végül. Boros pedig látjuk, hogy igazából már csak azt tudta menteni, hogy ez ne interception legyen. Összességében egyébként ott lett volna, tehát a hely megvolt. De nem jól sikerült a dobás. Hát az Antrones 50-ese szétterrorizálta a Steelers támadó falát. Az előző mérkőzésen egy fél idő is elég volt neki ahhoz, hogy a mi szakértőnk. Hoppá, közben lehet, hogy eladta a labdát. Elbizony. Wallace kaparintotta meg. Mike Wallace. Jebrai régen egyébként ott folytatja ezt a mérkőzést, ahol az előzőt abba hagyta. Pont ugye ez volt a gondolatom, hogy ugye védelmi szakértőnk Kolesár Dávid úgy gondolta, hogy egyetlen fél idő is elég volt ahhoz, hogy MVP legyen, és nagyon igazából vitatkozni nem lehet vele, mert brutális teljesítmény nyújtott régen. Hát ezúttal betakarta, ott lehetett látni a kilátást Vári elől, éppen ott robbant rá, és hát ez teljesen egyértelmű. Nem kérdés, nem kérdés. Első és 10 a 45-ösről fehérvári oldalon. Ez és ott van bizony a turnover, korona. Igen, és már nem először, mert hogy Wallace-nak már pick-six-e is volt ebben a szezonban. Meglehetősen gyatrán kezdődik Cowboys támadó szempontból a mérkőzés eddig. Még a védelem azért összességében helyt állt, meg majdnem megvolt ugye az Entroners leparancsolása a pályáról. De ez egyelőre az első negyedből, ez egy aggasztó jel. Cselleng Ádám kollégánk ugye mondta, hogy sok buta hibát vétett a Cowboys, és hogyha belegondolunk, az előző drive, ami touchdownra váltott ugye az Entroners, ott ugyanez volt a helyzet, egy buta hibából tudtak előre menni végül egy kedvező negyedik kísérletre, amikor ugye letarolták a Panthert. Így van. Második kísérlet jön. 4 yard jött ki az előző Tuiasoa futásból, most Tuiasoa tovább halad. Ahogy ott még dőltek előre, azt gondolom, hogy rövid lesz a first downhoz, de nagyon közel. Uha, Bánfi hagyja el a pályát. Ajjajjaj. Az egy váll. Nem, és ráadásul nem is hagyja el, ami nála... az nagyon nagy baj. Uha. Ez nagyon rosszul néz ki. Nagyon. Nem láttam az esetet egyébként. Én sem. Megsérült. De aki egy borzasztóan kemény srác, és látható, hogy milyen fájdalmai voltak, az Bánfi Misi. Nyugtalanító ez így. Miközben érkezik a zápoló személyzet. Remélhetőleg nem úgy akarják majd meggyógyítani, mint Erős Márkot. Igen. A második fordulóban.
Na itt nézzük a visszajátszást, bár szerintem a másik oldalon volt, és nem feltétlenül látjuk. Ott, igen. Bal oldalon, Golita takarja 43-assal, hát nehezen fogjuk látni. Ott már megvan, igen, ott már... Lehet, hogy beszorult a karja, nem? Vagy ott a váll a karja. Hát minden esetre nem néz ki jól, és azért ő egy nem csak hogy csapatkapitány, de kimagasló játékos a Cowboysnek. De talpon. Komoly érvágás. Hát, nem várunk más tőle. Meg lennék lepve, hogyha kettő play múlva nem jelentkezne, hogy szeretne visszamenni, és aztán kiderülne, hogy egyébként kulcsomtöréssel játszotta végig a mérkőzést. Egyelőre a bal karját próbálgatja. Nekem az volt gyanús, hogy ott lehet, hogy két-három ember közé beszorult. Akár ki is csavarodhatott. Na de visszatérve a mérkőzésre, harmadik és rövid. Ujjaszóha eddig két futásból megalapozta a first down, de vajon be tudja-e teljesíteni? Be tudja. Áthenterednek. Hiába volt meg ott a szerelőjátékos Olár Icsi személyében. De már nem időben. A first down sikeres, így van. Gombos eddig handoffokkal véteti észre magát, Ujjaszóha pedig hozza azt, amit egyébként vártunk tőle. Majd azért természetesen van egy kis kakaskodás a végén. Csak olyan baráti, második kiemelt mérkőzéshez illően. Átvitték egyébként a sötétkék mezesek a labdát már a Cowboys tér felére. Ezzel az iménti sikeres first down-nal Gombos. Gombos, ezt most hosszan elindítja, és Ujjaszóha irányába ment a labda. Sokszor láthattuk már ezt egyébként, amikor kettőbekkel áll fel a Fehérvár, és onnan mozog ki Ujjaszóha elkapónak. Ekkor azért rendszeresen vagy egy ilyen tíz és befelé, vagy még útvonalon szokták keresni őt. És ezben Chris Botondot látjuk, a támadó koordinátorát, az Entronersnek. Most egy hosszú labdával próbálta megtalálni egyébként Gombos, de hosszúra sikeredett. Túl hosszúra sikeredett ez a labda Ujjaszóha felé. Második és 10. Hát nagyjából egy olyan plusz lépés hiányzott Ujjaszóhának. Másfél. Pedig nem lassú srác. Nem. Azt kiemelhetjük. És ugye be is játszotta már magát akkor a Cowboys defensív backjei mögé. Na lássuk Gombost, aki megint passzol. Ezúttal most egy íveltebb labda Poprádi irányába, sárga zászló Kárpádi mellett. Na, ez érdekes volt. Nem követtem végig egyébként, megmondom őszintén a párosukat. Defensive holdingra fogják bedobni, és igen, érzésem gyanús. Szerint nem volt az egyébként. Tehát kifele szorított a Kárpáti Poprádit, de nem ez volt szerintem, ami miatt ez nem volt elkapható. Ráadásul kérdéses az, hogy egyébként a tény az ott van-e. Most komoly megbeszélés játékvezetői oldalon. Még nem próbálok magyar hangoskodni. Itt láthatjuk ugye Poprádit, kifele fog majd elmenni. Kárpáti felveszi, ott egy kontakt. Ez nem holding. Az pedig nem holding, és ez egy, nem volt egy interferenc. Hát interferenc semmiképpen. Holding sem. Vissza is mondták, tehát harmadik kísérlet. Jó döntés végül. Harmadik és hosszú. Szerinted ki van a pályán? Kettes mezben német állnév alatt. Valakit meglepett ez a dolog? Nem. Ez a fiú keresztül küzdi magát mindenem, és igazi vezérként vezeti ezt a védelmet. Harmadik kísérlet tehát. Érdekes, hogy Ujjaszóha a futásaiból hoztak egy first down-t, aztán hármat passzol. Most már Gombos kap egy óriásit, de a first down megvan Tóth Nándor, aki megkerülte Olár Ihárdot, és first down-t hoz ezzel. Hát Gombos azért ezt megérezte. Lehet, hogy egy direct snap ezúttal majd nem neki jön majd a következő alkalommal. Bár ott marad a pályán, ott lehet majd látni. Az utolsó pillanatban engedte el, bum! És aztán megtalálja Tóth Nándort, aki hozza a first down. Egyelőre alkalomattán Bakonyvári Patrik, aki most nincs fenn a pályán, és aztán utána Tóth Nándor, aki előrelépést Ujjaszóha pedig azért időről időre megvillam.
Nagyon jó helyzetben megint. A Ventoners, az meg egy szek. Pámfi Mihály. Hát igen. Egy olvasós játék volt, hogyha jól láttam, tehát olvasta a védőket. Hát és Hartai mellett mentek el ketten is. Szerintem ott most nem volt meg a kommunikáció, hogy kit is kéne blokkolni. Így azonban egy 5 yardos veszteség. Gombos pedig betemették. 30-on kívülre szorul vissza a Ventroners. Gombos pedig kocog be a pályára ezúttal. A megfelelőnek gondolt játékkal. Szóval nagyon úgy néz ki, hogy Bakonyvári hiánya is most már szembeötlő, és nem egy pár játékon múlik csak. Gombos elindítja a labdát, Sárga már repült, nincs elkapás. Nem Demeterre egyébként, hanem a line of scrimmage környékére repült a Sárga. És a Cowboys oldalán jönnek a bírók, hogy szeretnének-e valamit kérni, vagy sem. Szerintem ez egy holding szabálytalanság lehetett esetleg. Zsidai Attila vár. Holding. Offense 66. 10 yard. Támadó oldal. Nem tudom hányos játékos. Harmadik kísérlet. Ugye bent van egyébként Tóth Csaba is 14-essel. Éppen őt kereste ezzel a labdával Gombos, aki nagyon szépen ki tudott bújni. De ott volt ugye a holding. Bocsánat, és második kísérlet egyébként, igen? Igen, és egyébként Rász Balázs van fent 88-assal folyamatosan. Tehát ugye ezek szerint Bakonyvári Patrikot nélkülözni kell fehérvári oldalon. Ez azért szerencsétlen dolog, mert hogy talán eddig az Entroners sújtotta a legtöbb probléma. Sérülések természetesen. Na és akkor most második és 25. Fehérvár támad, kettő bekes talált, újjászóval kimozog, ahogy azt már megszokhattuk. Hop-hop, Gombos, megint odaérnek hozzá, de Tóth Csaba húzza le. Nincs még meg egyelőre a szerelés, Törzsöknek kell odalépni, de ő a harmadik ember volt. Ez azért nem kifejezetten szerencsés. Túlságosan hátra lépett a Cowboys védelem, nagyon azt szerették volna, hogy a first down ne legyen meg. Alatta azért tudtak yardokat szerezni, de még mindig nincsenek first down közelben. Most értek visszatán az eredeti vonalra. Említettem, kell megtenniük. Az Entronersnél a sérüléseket most a legutolsó kiváló, aki szintén, mármint a legutolsó mérkőzésen a kiváló, aki szintén nincs most ott a támadó falban, a baloldali gárd Szabó Gábor, emiatt kellett némileg változtatni a támadó falon, és az eddigi center Horváth György mozgott át a baloldali gárd pozícióba, és hogyha minden igaz, akkor Szőke Máté adogatja fel a labdákat Gombosnak, aki megint elpasszolja Poprádi mögé. Kicsit is wide fülű és wide szemű nézőink, amikor egyébként a rövid oldalra rak három elkapót egy darab csapat. Az úgy gyanús szokott lenni, hogy szeretnék izolálni a másik oldalt. Most Poprádi volt, egyébként keresett is Gombos, talán ott is lett volna, viszont nem sikerült az elkapás, ezzel pedig vége az első negyednek. És ugye egy negyedik kísérlettel kezdődhet majd meg a második játékrész, egy kisebb szünet után. A Hungarian Football League leglátványosabb akcióinak főszereplői az első és tízben. Ádász küzdelem test közelből a közvetítéseken. Tartsanak velünk, legyenek részesei az élménynek. Szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy önöket is magával ragadja az amerikai futballérzés. Háború élőben, a Digi Sporton. A meccseken dráma és izgalom, győztes és vesztes megmozdulások. Mit hoz a következő forduló, kiszerzi a legfontosabb pontokat, részletes elemzések és háttér az első és tízben. Hi,
hírek és aktualitások, játékosok, szakértők, elemzések, nagy húzások és tragikus ballépések, okok és következmények. Hallójáratokat kinyitni! A magyar-amerikai futball boszorkány konyhája kitárja kapuit. Overtime, a Digi Sport és a Tűzővel kifelé amerikai futball podcastje. Hallgassa akár útközben is! Egy 44 yardos field goal-lal kezdődhet meg a második negyed. Baksa Ferencnek állítják majd le a labdát, és ez azért egy emberes kísérlet, persze azért neki a személyes legjobbja 50 yard fölötti, de azért ez a 44 is egy ilyen valóban yardokra kimért pályán. Kemény, a blokk az megvan, Németh Márton veszi fel a labdát, na mit csinál vele? Elindulhat a másik irányba, az nem jó irány, Novakov ráadásul úttól is érte. Tehát nyilván ott elállták az útját, tehát itt, hogy életben akarta tartani ezt a visszahordást 2 pontért. Bocsánat, ez nem extra volt. De hülye vagyok. Na, ne ostorod magad, Andrés. Egy TD-ért szeretett volna menni. Na hát minden esetre akkor támadhat a Budapest Cowboys. Milyen hosszú field van. Igen, igen. Lényeg a lényeg egyébként, time of possessionből nem annyira jól áll eddig a Budapest Cowboys, eddig 6 darab támadó playjük volt, míg 18 darab támadó playje jelentkezett a Fehérvár Entroners. Kovács Bálint kollégánk matematikai kurzusát hallottuk egyébként. Ennyire hiányzott nekünk Bálint 2 hete. Hogy ilyeneket mondja. Hát igen. Köszönjük. Na hát akkor érkezik is Lehmann futása. 2 yardért. Ja, az egy érdekes dolog volt, hogy a futással szereztek egy nagyon szépen felépített first down. 3 futásból, ugye ezzel indult Tuyasoa. Onnantól kezdve gombos, csak passzolt. Uh-huh. Igen. Valószínűleg láttak valamit a védelemben, amit szerettek volna kihasználni. Hát most nem igazán sikerült. Közben egyébként Vári Jebel Régenre hívja fel a figyelmet, hogy rámondjuk, figyeljünk, srácok. Lenne már. 50-essel már egy versenyló a karámban. De a Husky kutyák, akik alig várják, hogy megindulhassanak, és hát most meg is indul majd. Nem, nem indul meg. Vári, és ez sikerül leütni. Kevésen múlt. Koltai Gergely 30-assal megcsinálta a labda leütést. Nem néznek ki jól egyelőre ezek a Cowboys támadó játékok. Meggyűlik a bajuk az Entroners védőivel. Cirókot kereste egyébként Vári. Ugye, érdekes módon az alapszakaszban ez a kapcsolat még nem annyira nőtte ki magát, persze ismerjük Cirók Marcit, a legnagyobb mérkőzések embere. Hopp, és közben is a labdát. Most azért itt megkapja a labdát, egy gyönyörű lefördülés. És first down szerez. Ugye bemozgott a backfieldre, és ott kapott utána egy screent. Azért összességében gyanús az, hogyha egy elkapó bemegy, és futót próbál játszani. Nem biztos, hogy az az első szerepköre, és hát Cirognak abszolút nem ez. Ez viszont annál inkább, mikor már nála van a labda, akkor nagy baj nincsen, ráadásul emberek repülnek mindenfelé. Most pedig... Vári Ruha, és ott egy strip sack! Természetesen Jebrey Régen, de vajon a labda kié lesz? Egyelőre még nincsen meg a hivatalos döntés, csak az Entronersesek nagyon szeretnék, hogyha az övék lenne. Mindenki mindenfele mutogat. Láttad egyébként, hogy feltűnt Régen Vári mögött, pont ebben a szögben ültünk, és megvan a labda az Entronersnek. Megszerezte. Itt lehet majd látni, szerintem ez lesz tökéletes. Hopp! Nagyon szépen, ahogy tanítják egyébként kézre. És Lekrinszki, aki még arrébb gurítja Várit, aztán megérkeznek a pajtások, és valahogy rávetődtek a labdára. Jebrey Régen! Van jelenleg nála jobb védő a HFL-ben? Nincs. Így van. Domináns, el tud dönteni egyébként
meccseket, annyira domináns ráadásul. Jelenleg nem, hogy duplázni kell szerintem, hanem legalább 6 darab szempárnak kell rajta lenni, akik az offenszval. Tipikus esete annak, hogy még Zsidai Attila bejelent valamit, és most gyenge vagyok szájról olvasásból. Nincsen mozdulat. Visszanézik. Igen, a végén derült ki, hogy mire ment ki a játék, visszanézés van. Úgyhogy akkor egyébként azt nem pontosan tudjuk, hogy ugye mi volt a pályához ott ítélet. Ugye ez egy egyértelmű stripseknek tűnt, tehát kiütötte a labdát, azt, hogy kiélet valószínűsíthető, hogy az Entroners-é, abból nem fogják tudni megdönteni, hogyha esetleg az a visszanézendő. Szerintem a pályán azt az ítéletet hozták, hogy első kísérlet Entroners. Ugye itt látjuk, hogy kérdés, elindult előre a keze, de vagy nem, szerintem nem indult el. Igen, tehát utána, akkor, hogy incomplete. Utána a labdát nem puzza be Lekrinszki, hogyha megnézed, ott van még mindig a labda, és az viszont lehet, hogy várjé. Aha. Az szerintem várjé, nem van a térde. Aha. Aha. És várjé. Aha. Na tessék. Hoppácska. Érzésem nagyon, szerint. Igen. Itt, hogyha. Oké, okay, itt a labda kint van. Régen nem lehet érte, ott Lekrinszki nem húzza be, és aztán utána tényleg van egy olyan helyzet, amikor Vári oda térdel már, vagy oda fekszik, és már ő birtokolja a labdát, és akkor ott nyilván megáll a játék. Mert lent volt ugye a térd, meg hát minden. Meg hát minden, Zsidai Attila pedig na, bejelenti fontosan. Hogy fogjuk tudni egyébként? A visszanézés után a pályázott ítéletet megváltoztatjuk. A labdát a támadó csapat 7-es játékosa szerezte vissza. Második kísérlet. Tehát jó. Marad a Kábelsznél a labda. Nagyon szép volt ez a visszanézés egyébként. Igen, nagyon jó, hogy visszanézték. Innen őszintén szóval teljesen egyértelműnek tűnt az eset, de hát ezért nem mi vagyunk Zebra Csíkosban, és így van. Nálunknál jóval hozzáértő. Ez egy nagyon szép észrevétel volt a bírói csapat bármelyik tagjától, hogy ezt észlelte. Ebben a helyzetben azért kicsit agresszívebben lehetett volna úgy ugye arra a labdára valahogy fehérvári részről rávetődni. Nem régennek, mert őt ugye tovább vitte a lendülete, amit az okozott, hogy elvegye a labdát, kiüsse ezt, teljesítette. Lekrinszki szerintem azért bánja azt, hogy ő most nem tudott jobban ott lenni, de hát a következő játékban lehet bizonyítani. Nem az övé lett a korona. Így, miközben 4 elkapóval állt fel egy oldalra a Budapest Cowbells. Második és 19. Jeffrey Reagan pedig jobb oldalon ott áll, és Vári Tamás szemes sarkából már figyeli. Szabadon jön, de... megvan az elkapás Kanternek. Hop-hop! Na az mikor jött ki? Megszerzi az Entroners. Pályához ott ítéletnek megint nagyon fontos szerepe lesz. Én érzésem szerint lent volt. De hát aztán ugye kérdés, hogy hány darab lépést tett meg azzal a labdával Kanter, mikor Gyarmati ugye kiütötte a kezéből. Szerintem az már megvolt, hogy ez fumble legyen, hogy lehetne. Kérdés, hogy lent volt-e? A játékos a pályán talált, de marad mindenki. Ezt a labdavitoklás sugárt, harmadik kísérlet. Harmadik kísérlet. Akkor nem nézik vissza. Magabiztosak a zebrák. Na nézzük. Lássuk, ugye egy slant elveri meg. Gyarmatit. Kontrollálja a labdát, ez egészen biztos. Ott még nála van, és ott már egyébként... ott még nála van? Ott már nincs. Egy challenge-et az érne egyébként szerintem, de hát... ott repül a challenge zászló! Jim Ward megröptette a piros zászlót. A vörös zászlót. A vörös zászlót. Úgyhogy ez így akkor egy edzői challenge, és akkor kell majd azért itt azt gondolom, hogy elő kell vennünk a nekünk is a sas szemünket. Itt van, ott repül szépen. Bang, ebben az évben ez már egy további fejlesztés, hogy a mind a két edzőnek van lehetősége visszanézetni a bírókkal egy-egy ilyet, ha nem érvényes, tehát elveszítik ezt a lehetőséget, akkor egy időkérés is mínuszba fordul majd. Minden esetre itt ugye ez... Tényleg meg akarja győzni szerintem őt most, hogy ez elsőre is jó volt. Vagy azt tisztázzák, hogy mit is akarunk megchallenge-elni. Hát, hogy elmondja, hogy egyáltalán
lehet-e? Hogy mi? A hazai csapat vezetőedzője kezdeményezte az előző játék visszanézését, hogy az elkapás után fumble történt-e, vagy a játékos már a pályán kontakt után talajhoz ért. Az előző játékot visszanézzük. Úgy. Hát úgy gondoljuk visszanézzük. A challenge volt, hát most itt azért összességében ez egyébként egy valid, vagy hát egy jó challenge. Persze. Matéria. Nagyon. Tehát... Ínyent challenge matéria. Igen. Szerintem azt mondta egyébként, hogy a hazai csapat challenge-eli azt, hogy ez egy elkapás volt-e, ami után fumble volt, vagy esetleg elkapás volt és pont. Ugye az és leérte a lába. Az az ítélet, hogy leért a térde, és ezzel vége a játéknak. Na. Egyre izgalmasabb dolgok történnek, amit esetleg lehet, hogy nem lenne kizárt, mi is szeretnénk hallani. Most például majd ezt a bejelentést is, csak nem biztos, hogy fogjuk. Na, már szerintem kijön a labda. Itt már kijön a labda, és még a térde nem volt lent, ugye? Így van. Így van, Gyarmati nagyon szépen védekezett. Akkor rajta. Akkor a kérdés, hogy fumble-e? Volt-e complete pass, mármint elkapás? Complete pass, fumble, elvesztett labda Budapest Cowboys részről, Fehérvár Enfornás, first down. Jó, tehát akkor a magyar hang ezt mondja. Azt, hogy Zsidai Attila mit fog mondani, azt nem ígérem meg, hogy mindenki fogja tudni hallani, de ami majd történik a pályán, abból következtetgetünk. Közben olyan információ jutott a fülünkbe, hogy rajtunk kívül mindenki hallja a nézők közül. Ez mondjuk egyébként jó. A nézőknek. Igen. Én pedig itt feleslegesen próbálok szájról olvasni. Hát akkor sajnálom a nézőket, hogy ezt végig kellett bírniuk. Hallgatjuk akkor majd ezentúl a játékvezetőt. Után a pályáhozott ítéletet megváltoztatjuk. Az elkapás után a támadócsapat játékosa a labdabirtoklás jogát azelőtt vesztette el, mielőtt bármelyik testrésze a talajhoz ért volna. Ezért a defense a fumble-t visszaszerezte, első kísérlet a defense-nek a 43 yardos vonalról. A hfl@digisport.hu e-mail címre szeretnénk hallani a bírói bejelentéseket. Úgy néz ki, hogy megtörtént az, amit te mondtál. Fehérvár. És ezt mindenki hallotta, mi... Na. Hát akkor így viszont, ugye mivel bedobták a challenge zászlót, és jó lett a challenge, akkor innentől kezdve megmarad az időkérés. Érkezte tehát a fehérvári first down. Poprádi motionben, gombos center mögött. Gombos aztán át nyomja Tuiasoának hátrafelé a labdát, akit most lekapcsolnak. Egyébként ugye visszatérve, hát akkor biztos a technika ördöge, ami ki babrál velünk. Minden esetre ezért összességében azt gondolom, hogy jó ítélet született. Abszolút, és az a nagyon jó egyébként, ez az ítélet nem így született volna meg, hogyha nem lenne challenge, tehát jó ez a technikai újítás, amivel idéntől már a csapatoknak segít a HFL. Így tehát akkor második és 10, Tuiasoa futása nem igazán volt eredményes. Poprádit izorálják újra. Tuiasoa pedig megkapja a labdát, és nagy sebességgel megy szélre. A bal szélre, Golitán, egy stiff arm. Az nagyon kemény volt, ahogy átdolgozta magát Tuiasoa, és ezzel a first down is megvan. Hopp, és egy kis kakaskodás. Van. Repül a sárga. Hát vannak itt érzelmek azért, ez a második kiemelés, szóval lehet, hogy sok szó elszáll a szélben, ami hozzánk például nem ér el, de az elért, hogy mind a két edző mondta, hogy nagyon kell a szabad hétvége, és a második kiemelés látható.
Érzelmek mindenképpen vannak, indulatok mindenképpen vannak. Fontos ugye az lesz, hogy melyik oldalra mutat az a kéz a bejelentés végén. Igen, itt legalább azért valamelyest kapunk egy kapaszkodót. A pályán a támadó csapat elérte a first down vonalát. A játék után halott labda szabálytalanság. Unsportsmanlike conduct, offense 3, 15 yard büntetés, első és 10. Tudom, hogy ez most azért nem egy olyan közszolgálati információ, de én örvendezem, mert most már hozzánk is elér a hang. Tehát egy sportszerűtlenség, ami történt. És így gyakorlatilag hiába ez a nagyon komoly túljászó a futás. Akkor így gyakorlatilag visszaköltözik. Visszaköltözik az Entroners. Hát a játék végéhez képest... Gombos hátralép. És 10. Hopp és szek! És az egy nagyon szép szek. Méghozzá ki más, mint Bánfi Mihály. Ez a második szekje egyébként ezen a mérkőzésen. Úgy gondolja, hogy felveszi a verseny Jebrail Akennel, és rajta nem fog múlni, hogyha szeretnék felzabálni az irányítókat. És ez egy durván 6 yardos, inkább 7. Minusz. Így van, második és 17 következik. Így akkor második és hosszúval érkezik a kékmezes alakulat. Tujászol fut. Nagyjából visszadolgozza magát a first downig. Igen, de azért ez még pluszban kihozott futókísérlet volt. Ott lehet látni, hogy nagyjából egy 3-4 yarddal korábban, mint hogyha már megfogták volna a grabancát Tujászolának, aztán mégis tovább vitte. Hát, ott azért végül is megvoltak a blokkok. Elsőre úgy tűnt, hogy kicsit közelebb vannak a Hawaii-ról származó futóhoz. Hát harmadik és 10,5, mondjuk úgy. Igen. Poprádi megint egyedül az egyik oldalon. Vakonyvárit keresném, de nem igazán találom. Nincs fent, továbbra sem. Opa! Tóth Csaba. Tóth Csaba. Van. De nem zavarta meg névrokona Tóth Nándor sem, aki 82-essel bedobta magát, így viszont ő nem tudta elkapni Tóth Csaba, igen. Érdekes lenne tudnám, hogy Bakonyvárnak vajon sérülés hátráltatja-e, és azért nincsen fent, valószínűleg így, tehát hogy... Igen, hogy gyakorlatilag ott ugye az első drive-ban lekéreckedett. Negyedik kísérlet, és egy nagyon rövid negyedik kísérletre dolgozta oda magát az Entroners. Ez megint csak az a vonal, az a zóna, ahonnan a negyedik kísérlet vállalható, főleg, hogyha ennyire rövid az a bizonyos down. Negyedik és 2. Hopp, és ráadásul beugrasztották, ingyen játék, oda löbbölné, viszont belesípolnak a játékba, így akkor lehet, hogy először az Entroners mozdult. Ebben a szituációban szerintem nem nagyon reális, hogy az Entroners valaki offside megmozdul. Defense 6, az 5 yard büntetés, first down eredményez. De akkor azért végül is mégiscsak megvan ez a büntetés, tehát akkor ez így first down, negyedikre beugrasztották Bryce Wilson-t. Ugye hozzáért az Entroners gárdjához, hát emiatt tudott egyébként így előrébb jutni. Az Entroners gárdája első és 10. Bakonyvári Patrik egyébként vállsérülés miatt nem jön már vissza erre a mai mérkőzésre, kapom az információt Katona Dani kollégánktól, köszönjük ezt is. Hát ugye akkor egy elkapóval kevesebb gombos arzenájában. Hoppá, beleütnek! Megadja gombos! Törzsök kezében a labda, bum! Hát ebbe belállt, szépen férfiasan. Ott tovább nem lehetett menni. Sárga zászló a pályán. Valószínűleg egy holding lesz egyébként. Ez egy meglehetősen nagy ütés volt.
ott volt egyébként, ugye kacsázott, beleütöttek, és itt látta, hogy csak így szerezhetek még 20 yardot. Tujászóával? Így. Az egy meglepősen jó találkozó. Holding, offense 61, a büntetést a védelmi csapat nem kérte, első kísérlet vendégcsapat. Na, tehát akkor ugye a holding volt a szabálytalanság, ez így a labda eladást nem érinti. Pályán a Cowboys offense, itt van törzsök, brutális tackle mennyiséget halmozott fel egyébként a Wolves ellen. Ugye erre bátorkodtam megegyezni, hogy ez hasonlít a két évvel ezelőtti MVP formához. Mindenhol ott volt. Amikor ugye nem volt olyan nagyon látványos, de az a nyomaték, amit ad a védelemnek törzsök, az már akkor is fantasztikus volt. Vári hosszan, és halasz majdnem kiszedi Mészáros kezei közül. Kettő dolgot szeretnék csak gyorsan megjegyezni, a fehérvári defensive back-ek nagyon szépen tapadnak egyébként arra, nagyon tehetséges Cowboys támadó sorra, akik azért elkapóból hát nem szűkölködnek, mondjuk így. A másik pedig, hogy azért így közeledve a második negyed végéhez, én nagyon úgy éreztem ezen a mérkőzésen, hogy ez egy Fehérvár által dominált meccs. Tehát, hogy a Cowboysnek nem igazán voltak szikrái, ugyanakkor mindig csak 6-0 van. Igen. Tehát nem húzott el egyik csapat sem, és a Cowboysnek még nem volt igazán olyan villanás, amire azt mondtuk volna, hogy na, erről van szó. Egy 50-50-es labda volt. Abszolút. És válasz. Majdnem interceptionre húzta le, így viszont akkor marad második és 10 a Cowboysnek. Vári! Atya ég! Zilai Zax! Zilai egyébként egy sérülésből tért vissza. Ha ez időben volt, akkor ez egy highlight videóba való ütés. Péter Csaba lapogatta meg egyébként Zaxot. Tavaly 3 TD-t jött ide elkapni Zax, most pedig egy ilyen óriási. Zax nem vagyok benne biztos, hogy tudja, hol van. És az időben van. És ráadásul vállal. Fejre? Nem fejre. Nem. Zax. Hát ez egy agyrázkódás, egészen gyanús. Zilai tökéletes ütemben érkezett, és a bírók tökéletesen látták. Azt a mindenit. Hát... Miközben Jerrygen kerget, és megint stripszek, és ez a labda kié, Entronerz labda, és ezt most azonnal mutatták a játékvezetők. Régen elképesztő. Nem, hihetetlen, amit csinál. Minden évben elmondjuk, hogy mennyire durván dominál, és egyre jobban, komolyabban tudja azt hozni, amire csak ő képes Magyarországon. Messi hihetetlen. Ilyen sietet, és akárhányszor látjuk, hogy Vári felé tart. És Lekrinszky most Messi begyűjtötte a labdát. Most be! Ez becsületbeli ügy volt ennek a párosnak. Ott érzi, nyilván érzi Lekrinszky, pontosan tudja, hogy régen mire képes. És most jól is pattan Lekrinszky, a labdára figyel. Faszta! First down, Fehérvár Entronez. Hát, ez a fehérvári védelem most ütött kettő igazán nagyot a Cowboysen, minden tekintetben. Tujászóval pedig szeretne még egyet. Ugye Zaxhoz még azért annyit, hogy elsőre csak annyit tudott tenni, hogy kifeküdt a szószoros értelmében az oldalvonalon túlra. Most már hál' Istennek a padon, de hát... Hát azért lehet, hogy megkérdeznénk tőle, hogy mikor született, nem biztos, hogy tudna válaszolni. Lehet. Azért ez egy óriási ütés volt, most nem ezt ismételjük, ugye Tujászó a futását látjuk közben, amit szépen kapcsol le a Cowboys. Wilson. Ugye két importjával, Wilsonnal és Hankinsonnal megerősítve, azért ez a Cowboys védelem, ez nagyon versenyképes, de jelen pillanatban olyan nyomás alatt játszik a Cowboys védelme, hogy az Entronerz rendre nagyon jó mezőny pozíciókat nem tudott eddig csak 6 pontra váltani. Na most megint egy 50-50-es labda, és nem döntik el a játékvezetők sárga zászlóval. Rövidnek tűnt egyébként. Poplári természetesen mondja, hogy ez bizony szerint a TI volt. Kérdéses az biztos. Kárpátit verte meg, úgy látszott, de mint hogyha mögé jött volna ez a labda.
hát hogyha jól okoskodunk, akkor egy széllel szemben dobnak. Hát ott volt kontakt az 1000%. De hogy az... az szerintem defensív perszinter. Ferencitok utána nagyon szépen ment a labdára. Valószínűleg ez mentett önnek egyébként Kárpáti teljesítményét. Meg azt, hogy gyakorlatilag egy idő után elfogyott a labdából az energia. Hát mondom, itt ahogy ugye az elején okoskodtunk, ugye az a széllel szembeni, meg ahogy látjuk egyébként az átlókat, ez a széllel szembeni dobás Gombosnak. Gombos passzol. Golita volt ott az emberén, ettől függetlenül megvan az elkapás. Tóth Nándor. Ez egy first down szerintem. Nem. Harmadik és hétre. Negyedik kísérlet lesz. Rövid volt. És megint előlép a Cowboys védelme, megint nagyon keményen tartja a csapatot. De ez a negyedik kísérlet, ez most lehet, hogy összességében óvatosságra inti majd Jim Ward mestert. Hazai csapat, második csapat időkérés. Megbeszélik. Lehet, hogy érdemes lenne. Most már azért kiderült, hogy talán nem okoskodtunk rosszul, ez tényleg egy védelmi csata. Egy két labda birtoklásos különbséget kialakítani. Kérdés, hogy bízik-e annyira egyébként rugóiban, mert Baksának azért ez a távolság nem kéne, hogy megfeküdje a gyomrát. Miközben látjuk ezt a negyediket, amit Golita állított, meg nagyon szép ütemben érkezik ő is. Egy nagyon jó párharc egyébként két fiatal játékos között, amikor Golita és Tóth találkozik. Szerintem fölön maradnak el a negyedikben. Még rizikóznak ekkorát? Mondjuk azt érezhetik... A futásai szerintem jól ülnek. Igen, és te kimondtad az igazságot, ez eddig egy Entloners dominált meccs. Ha ezt most itt egyébként touchdownra váltják, az dilektanilag használhatná egyébként nagyon sokat. Tehát adtak egy gyomrost azzal az axütésre, utána egy stripsek, ami ráadásul a második ezen a mérkőzésen. Itt most negyedikre meg tovább haladnának, és esetleg touchdown szereznek. Nagyon nehéz lenne visszajönni egyébként fejben abba a meccsbe a Cowboys oldaláról. És hát maradnak a fehérvári támadók. Ők is érzik, hogy itt most komoly dominációra lehetne esély. És fullbackkel állnak fel Tuiasoa előtt. Megpróbálják beugrasztani. Tóth Levente áll fel 34-esre. Azonnal ott van. Nagyon szép védekezés. Hát milyen ember feletti, amit a Cowboys is egyébként csapatszinten művel, mert ugye az Entronersben ott van régen. Hát ő megeszi az ellenfeleit, de a Cowboys egy védelmi egységként zseniális, amit művel. Óriási volt ez a teljesítmény. Wilson, Magyar Ádám kettőse tarolta le Tuiasoát, és ugye ment egy fullback, tehát próbálta egyébként Tuiasoának Tóth Levente az utat törni, és megint nem tudják kihasználni a nagyon kecsegtető mezőny pozíciót a fehérváriak. Fú, rögtön átrobbannak mind a ketten. Miközben egyébként a Cowboys támadó sor áll föl, és Zax Norbert ott van a pályán. Hát mondjuk azért az is kalap le. Abszolút. Küzdeni akarásból és küzdeni tudásból csillagos ötös eddig, amit a fehérek csinálnak, eddig nulla pontra jó. És Kanter nem tudja behúzni. Kanter egy óri horgas elkapó, én szerintem ezt akár meg is oldhatta volna. Igen, lehet, hogy egy kicsit piszkálták a hátát, Gyarmati biztos, hogy ott volt a gerincében. Az biztos. De ő ennyire talán meg tud még nyúlni. Hát, most nem jött be. Most nem jött be. Hirtem azt hittem egyébként, hogy Zaxot fogja rögtön keresni. Várja, ez még egy nagyon hozzáteszem, szóval Gyarmati jól védekezett. Nagyon szépen védekezett. Gyarmati egyébként egész a mérkőzésen. És nem szabálytalanul. Nem, nagyon. Én azt hittem az elején, hogy egy kicsit hamar érkezett, de nem. Nagyon jól csinálta. Vári. És Zaxnak. Ennyit keres egy célpontot Zax. Hát próbálta húzni magát Koltain. Igen, lehet, hogy küzdeni akarásból ötös, de nem biztos, hogy most az a teljesítmény, hogy fel tud rakni a pályára, az olyan jó. Hát hiszem, ez nem tűnt egy pontos labdának. Igen, akkor mindig az a kérdés, hogy vajon az elkapó volt a jó helyen, vagy a labda. Még egyébként négy elkapóval áll fel megint csak a Cowboys. Hát a futójáték az befutcsolt eddig, tehát azzal, és ráadásul egy harmadik és tízes szituációban nem nagy zsákba macska, hogy
Csak nem azzal szeretnének haladni. Öt elkapóval Jebrail Hagen vagy öt. Várj, és ezt most leütik Zaksz elől. Negyedik és 10. Punt. Szóval amit próbáltam mondani, hogy Sándor Mátyás, bocsánat, az ő neve is hangozzék el. Nagyon szépen dolgozott bizonyos, leütötte ezt a paszt is. Az ötelkapos felállás az nagyon jól tud működni abban az esetben, hogyha meg tudod védeni az irányítót. Ezt ugye láttuk a miskolci támadóknál is, ahol Jeffrey Hagen lubickolt. Most az előbb egy stripszeket hozott össze egyébként, úgyhogy nem állt fel, csak öt darab támadófal és egy irányító. Vonjuk le a megfelelő következtetést. Hát igen. Sárga zászló van közben a pályán. Az Axtról közben leveszik egyébként a vállidőt. Nem történt szabálytalanság, időkérés, vendégcsapat, első csapat időkérés. Várival egyeztet, ugye André Bajnó. Nem indekedzője a Káberznek, próbált egy kicsit hitet rakni a játékosba, aki azért eddig nem sok sikerrel oldotta meg a feladatát ezen a mérkőzésen. És ugye nem halad egyébként, tehát még csak egy jobb mezőnypozíciót sem tud elérni a Kábelsz. Említettem a rúgó problémát, tehát most megint egy nehéz helyzetből kell pántolni, ami a Wolves ellen több esetben nem jött össze. Na lássuk, hogy ez most mennyire. Magyar Csanád pántja. Nem rossz ez. Kicsit pattalhatott volna talán szerencsésebben is. Így azonban német. A 41-esről indulhat az Entroners. Rendre sokkal jobbak a mezőny pozíciója az hazai csapatnak. Mégis csak 6 pontot váltott ebből fel a, ugye az eredményjelzőre. Ami nyilván lehetne esetleg valamiféle kiinduló pont a Kábelsznek. De a támadósora durván nem megy. Nagyon durva. És dicsérjük meg a fehérvári alakulatot, mert ez nem arról van szó azért, hogy a Kábelzesek bekrepáltak, úgymond, hanem nagyon szép védekezéseket látunk a fehérvári oldalról. Ugyanakkor azért mondtam az elején azt, hogy egy pont is lehet egy nagyon fontos döntőtényező, mert hogyha esetleg most nem szerez pontot az Entroners, a Kábelz viszont igen, egy extra ponttal is átveszik a vezetést. Nem egyenlítenek, átveszik a vezetést. Nem mindegy. Abszolút nem mindegy. Na lássuk az Entroners támadását, közeledünk a félidőhöz egyébként, megkergeti Gombost, az egy gyönyörű szerelés, Kolita, azaz német Márton mutatta be, és egyébként ott ugye sárga zászló már. Egy holdinggal megyünk majd hátrébb. Igen. Az Entronerst büntetik. Holding, offense 61, 10 yard, első kísérlet. Így van. Mészáros Istváné a szabálytalanság a támadófalban. Kettő perc, 50 másodperc a hátra lévő idő. És hát ezzel első és 20. Ott látjuk a szabálytalanságot, ugye Bánfi verte meg. Utána szépen érkezik a szerelés. A védelmi csatákat szerintem akkor lehet igazán jól élvezni, ha vannak benne nagy ütések, nagy pofonváltások, hát ebben vannak. Ez egy nagyon, az alapszakasz eddigi legjobb közvetített meccse, ez nem kérdés. Lehet, hogy a legjobb meccse. Akkor biztos az lenne, hogyha a Kábelsz egy kicsit offenzben többet mutatna. Poprádi! Szépen húzta be egyébként, a levegőben húzta, miközben amint érintett a labdát, már kapta az ütést. Egy rutinos játékos mutatott be egy szép elkapást. Ugye azzal, hogy az imént holding szabálytalanság történt, így csak előkészítettek maguknak egy jobb, sokkal kedvezőbb második kísérletet. Szárpáti védekezett rajta. Túljászó a szélre halad. Megkapja a labdát. Az nagyon szép volt még, és azzal szerzett egy, hát egy-két yardot. Volt egy remek testcsele egyébként Ujjaszoának. És közben egyébként ugye kevesebb, mint 2 perc van már hátra. Itt lehet látni. Hopp. Igen, igen. Olá Richard ellen. Még azzal ugye tudott előre dőlni. És ugye first down lett a játék vége, tehát
akár az sem kizárt, hogy éppen az a testsel kellett hozzá. Tehát akkor kevesebb, mint 2 perccel támad az Antonet. Fontos lenne nekik most, hogy ezt pontra váltsák, meglegyen ez a 2 labdabirtoklás különbség. Így van, és egyetlen időkérési lehetősége van még Jim Wardnak. Gombos, ez most egy elejtett labda. Talán egyébként nem is feltétlenül baj, hogy megállt az óra. Nem sok mindenre jutott volna érzésem szerint itt az elkapás után Tóth Nándor. Rögtön ott volt, így van. Tehát így végül is megmaradt egy időkérés, amit ott valószínűsíthetően ki kellett volna kérnie Wardnak. Most azért, mert hogy már ott volt rajta a védő. Kicsit mögé ment egyébként. Második és 10. A Cowboys 49-esén. Tújászol megint szélre. Azt próbál megiblokkolni neki. Tújászol a siker. És ráadásul ki sem jutottak. És ezzel még csak plusz yardot sem hoztak, hogyha minden igaz. És nincs időkérés egyelőre. Ami fura. Bornester valószínűleg szeretne most már elmenni a szünetre. Nem szeretne semmiképp sem adni lehetőséget ugye a Cowboysnek még arra, igen, hogy pontokat tegyenek fel a táblára. 6-0-at nekik teljesen kényelmes. 3. és 9. Fél perc van hátra a fél időből. Nyilván, hogyha itt most meg lenne a first down, akkor kérne időt a fehérvári mester, de nincs meg a first down. Kilöbbölte Gombos az oldalvonalon túlra Tóth Csaba irányába, akire egyébként ketten is vigyáztak. Fontos elmondani, ugye, hogy tájékoztató jellegű csak az az óra, ami most ott szerepel a képernyőn. Így van. Az minden esetben megállja a helyét, hogy a hivatalos időmérés az a játékvezetőkre szortja. És ilyenkor ugye, amikor másodpercekről is szó van, azért az lehet, hogy nem egy utolsó dolog, hogy ott még eldőlhet pár másodperc. Miközben egy fehérvári pánt, Zács a labda mögött. Golita és Hankinson pedig várja a labdát. Hop-hop. Itt magas volt a long snap, talán bele is értek, kicsit urán pattant az a labda. És aztán rá kell hasalni. Hát ez kiinduló pontnak, és nagyon távoli, nagyon kevés az idő. És a Cowboysre is azt hiszem, hogy ráfér a megbeszélés. Érkezik vissza tehát a Cowboys támadósora. Köztük egyébként Zach Norbert is, aki az előbb már azért meglátogatta a mentőt, de most visszatér. És hát amellett, hogy beszélünk arról, hogy Fehérvár által dominált mérkőzésről van szó egész eddig, a Cowboys védelmére azért elmondjuk, hogy 6 ponton tartják jelenleg ezt a hát és olyan kiinduló pontok ellenére, hogy, eddig ugye régen, és a Cowboys védelem így unblock a mérkőzés legjobbjai. Vége az első fél időnek. 6-0-ra vezet az Entroners. Megvolt gyakorlatilag ott az első kicsit bukdácsolós drive-ból a labda, és hát a pontszerzés, és onnantól kezdve a Cowboys sem enged már több pontot. Azt gondolom, hogy összességében, ha pontmennyiségben nem is feltétlenül ezt várhatták, bár egyébként szerintem benne volt a pakliban, de egy nagyon-nagyon feszült és igazán izgalmas mérkőzés eddig. De akkor most egy kis értékelés, nem Troy Bakertől, hanem André Bynótól a pálya mellől. Igen, köszönöm szépen, Andy, és what do you think about the first half? Mit gondolsz az első fél időről? Jelen pillanatban vannak problémáink a támadásokban, ugye nincsenek még pontjaink. Minden megtörténhet a második fél időben, meg kell próbálnunk fókuszálni. The other thing is, it's the small mistakes and the penalties again.
Yeah. I mean, meg voltak megint a büntetések. Hát igen, ezt próbálni kell valahogy kiküszöbölni a második fél időre. Volt ugye egy Roughing the Punter, ami szerintem ez egy kicsit kemény volt, de ezeket meg kell oldanunk a minimumra, le kell csökkentenünk, pontokat kell szereznünk, és akkor van esélyünk a második fél időben. Thank you very much. Köszönjük szépen. Andris, ti jöttök. Hát azt gondolom, hogy igen, vannak megoldandó feladatok a Kábelsz oldalán, vannak megoldandó feladatok egyébként az Entroners oldalán is. 6-0-val fordulunk, de ezt a mérkőzést nem gondolom, hogy ebben az állapotában érdemes itt hagyni. Jövünk majd vissza a szünet után. Abszolút érződik a téthelyzet, 6-0-ra vezet az Entroners, és jelen pillanatban egy fél időre van attól, hogy elvigye a második kiemelést, vagyis a Budapest Wolves mellett, tehát a fehérvári együttes játszon hazai pályán elődöntőt majd. És jelen pillanatban az sem kizárt, sőt, az a valószínű, hogy ez az Entroners ezzel a Kábelszel akár elődöntőben is megmérkőzhet majd, de ez azért még nagyon távoli. Viszont ami sokkal közelebbi, egy Jim Ward interjú. Így van, köszönöm szépen, Andris. Visszatértünk a második fél időre. Coach, what do you think about the first half? Mit gondol az első fél időről? Két nagyon jó védelem. Megvoltak a turnoverek, nem kapitulált egyik védelem sem. Nekünk jobban kell egyébként majd offenszben helytállnunk, hogy pontokat tegyünk fel végre. As we talk before the game, the running game. A mérkőzés előtt azt beszéltük, hogy a futójáték az alakul, tud majd egy kicsit jobb lenni a második fél időre? Hát igen, azért itt a defensive tackle-ek, tehát a védőfal az nagyon jó, úgyhogy nehéz ellenük játszani, de jobb második fél időt várok. Just 6 points on the board. 6 pont egyelőre az eredményezem. The Cowboys played against the Wolves, it was 9-7. Ez hasonló lesz, mint az a 9-7-es két hete? Hát nem fogjuk tudni, vagy nem tudjuk, de elképzelhető, hogy marad ez az alacsony pont, meglátjuk. Thank you very much. Köszönjük szépen. Hát azt hiszem, hogy azért összességében ugye erről már beszéltünk, nem vagyunk különösebben meglepődve azon, hogy kevés a pont. Egy dolgot tennék még hozzá, ami a kevés pontos mérkőzéseken úgy azért szokott dönteni, az még field goalok. Na most a Cowboysnél éppen Magyar Csanád, aki a panterük, ő rúgdos field goalt, úgyhogy ebben azért nem annyira szakértő, mint egyébként pántokban. Zax Norbert ugye egy óriásit kapott az első fél időben, és ezért lehet, hogy nem úgy tudnak. Ezt tegyük hozzá, hogy ugye, aki esetleg nem hallgatta a podcastet, Zax Norbert azért jöhet szóba, mert hogy ugye ő is rúgott már, és ugye neki focista múltja miatt esetleg megvan edbéli affinitása, miközben láthatjuk egyébként a pontszerzését, az egyetlen touchdownját a mérkőzésnek eddig. Tóth Nándoré. Összességében talán az is kijelenthető, hogy a Fehérvár Entroners Kárpátit szeretné támadni a passzjátékban. Uh-huh. Ugye láttunk egy Poprádi által nem behúzott touchdown-t, ami akár ott is lehetett volna, de pass interference meg tűnő dolog miatt nem. Úgyhogy ezért nem egy olyan mérkőzés, ahol a támadók brillíroznak, és hát ezt látjuk a statisztikákból is. Gombos egyébként nem mozog rosszul, bár eladta már egyszer a labdát, de összességében ez a 104 yard ezen a mérkőzésen nem mondható kevésnek. Tóth 3 elkapásból 34 yard és egy touchdown, ő offense szempontból a meccs hőse. De azért itt a védők inkább. Vári 3/12-je 20 yard, egy interception, tehát a levegőben eladott labda mellé kétszer kiütötték a kezével, mind a kétszer régen. Hát nehéz, ugye van egy elkapás a Ciroknak, van egy elkapás a Kanternek, ugye összességében 3 complete passe volt, tehát amit elkaptak az elkapói. Nyilván ugye ilyen mutatókkal nem nagyon lehet nyerni mérkőzést, annak ellenére, hogy bármennyire is meccsben tartja még a Cowboys ezt a védelem. A turnoverek meccse igazából az ugye nagyon sokszor ez is dönt egy mérkőzés. Hát most 4 darab turnovert látunk az egyik oldalon, és egyet a másikon. Az egy plusz 3-as mutató a fehérvári oldalon, ami azért látszik. És a mérkőzés egészét tekintve azt gondolom, hogy emiatt érezzük azt a dominanciát, amit érzünk.
Míg egyébként azért azt is el kell mondani, hogy, hogy a, az interceptionben egyébként egy siettetés volt meg Jabrai Reagan-től. A kettő strip sackben ugye ő ütötte ki a labdát. Tehát így folyamatosan olyan szintű nyomást helyez Várira, amivel rémálmokat fog szerintem idézni. Az biztos. De amúgy megfordítom, tehát hogy ugye mi számít dominánsnak, mert azt mondjuk, hogy az Antlers dominálja a meccset, nem a Cables dominálja, csak a Cables nem tudja megnyerni. A védelme, bocsánat, tehát a Cables védelme, ami dominálja a meccset, de meccset nyerni nem fog. Persze, nehéz, nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy amiatt, mert nagyon sokat van a pályán a fehérvári támadósor, ezért gondoljuk azt, hogy, hogy igen, ez egy olyan mérkőzés, ahol ők tudnak jobban kilépni. Egyelőre az biztos, hogy amit most a, az Entron, olyan Cowboys rak fel a pályára támadó oldalon, az kevés lesz ehhez. Igen, az egyértelmű. És azért hozzáteszem, hogy a Cowboys védelmét úgy, mint egység dicsérjük, és dicsérhetjük is abszolút joggal, azért összességében az Entroners sem sokkal marad el, de ott van egy nagyon domináns és markáns egy védő teljesítmény, ugye Jabrai Reagan-től. Na, hát ugye nagyon nagy kérdés, hogy ilyenkor, és te azért edzői szemmel is tudod nézni itt, hogy mik történhetnek, amikor elvonul a csapat egy hasonló félidő után, mennyire tud egyébként mondjuk motivációs beszéddel, vagy akár egyértelműen a, az eddigi taktikával operálni egy edző, vagy esetleg a taktika megváltoztatásával? A taktika alapvetően szerintem nem rossz a Cowboys-nél. Ami nem sikerül, az az exekúció, és azok a matchupok, amiket ők keresnek, azok nekem még nem tiszták. Ha tiszták lennének, akkor a pályán is láttuk volna őket. Az biztos, hogy a fehérvári oldalon nagyon szépen támadják támadósorú, ugye az említett Kárpátit, még a védelemben pedig nagyon szépen dominál régen, tehát ahova rakják, ott megoldja a dolgát. Ha őt semlegesíteni tudják, és esetleg bármilyen kis momentumot szerezni támadóban, elindítani az első rövid paszt, megindulni egy kicsit a futással, akkor lesz a mérkőzés egyébként olyan szempontból is izgalmas, hogy akár társadalmak is születhetnek. Te látod azt egyébként, hogy akár ez futójátéka megindul? Így, kicsit, mondjuk azt, hogy hát eddig gyakorlatilag nem volt, de mondjuk, hogyha nem tudom, teszem azt 30 yardot legalább összefutnak már a második fél időben, akkor mennyit tudnak ezzel, mert gyakorlatilag ennyi sem volt, mennyit nem tudnak ezzel javítani maguknak? Tudják egy kicsit lazítani azt. Tehát szerintem most a passzjátéknak kell egy kicsit jobban beindulnia, és ülnie addig, ameddig azok a linebackerek, akik ott álltak egész addig, és a futást nagyon szépen ölték, ők egy kicsit elkezdenek lazítani, és azt mondani, hogy jó, akkor hátrébb szorulok, amiatt, hogy a passzra kell koncentrálja. Most nem látom azt egyébként, hogy megindul valamelyik Cowboys futó, és összeszed még 120 yardot a második fél időben. Hát az elég nehéz. De soha nem mond, hogy soha. A kirúgás pedig már is elment. Magyar Sanád elindította tehát a labdát. Az első támadó sorozatot az Entroners vezetheti, és megint egy jó pozícióból. Tóth Nándor nagyon jól műzsikál ezen a mérkőzésre, most visszahordásból hozott yardokat. És marad is fönn ugye elkapónak. Magyar Csanád pedig kényszerűségből rúgja ezt a kikopot, úgy gondolom. Igen, ugye, aki esetleg nem hallgatta volna, és ugye egy zakszra is visszakapcsolódva, a podcastben tettük egy kicsit tisztába ezt a Cowboys-es rúgó kérdést, ami nincs megoldva. Hát gyakorlatilag, ugye tavaly volt egy elég megbízható rúgójuk, Kóra Camillo személyében, aki megsérült, aztán utána megsérült Dániel már. Fiatal játékos elkapóként is hasznára lehetett volna a Cowboysnek, és akkor úgy maradtak, hogy nincsen rúgó, és bizony azért jelen állás szerint a fontos mérkőzéseken az is dönthet, hogy egy csapatnak nincsen jó rúgójátékosa. Miközben egy Novakov futására értek oda nagyon szépen a Cowboys védők, és egyébként a labdát is kirántották, csak már akkor bőven vége volt a játéknak. Az egy solid holding egyébként, Kujászovától. Na de hát akkor így második és 8 a következő. Fehérvári oldalon ugye, hogyha már a rúgó játékról beszéltünk, akkor ott azért biztosított az, hogy legyen minőségi rúgójáték. Túlja szóval. Megkerüli Magyar. Meg tudja kerülni bizony, ami azért nem kis teljesítmény. Magyar Ádám az egyik legjobb védőfalember az országban. Válogatott kerettag is ugye, nem véletlenül.
itt látjuk, hogy nagyon szép sebessége volt Tuiasoának. Egyébként hozzáteszem, nem tudott ugye bekatolni, nem talált igazán sehol utat. Hankinson is megérkezett Kárpátival együtt, végül kiterelték Tuiasoát. Hát így harmadik és öt, ami egyel kényelmetlenebb, mint az eddigi harmadik helyek, amik azért rendszeresen rövidek voltak. Ugye Bokonyvári továbbra sincs a pályán. De nem is lesz. Válsérülése miatt erről a mérkőzésről kiiratkozott. Poprádi! Megvolt a szeparátoró! És kiütötték Poprádi kezéből, aki érezte, hogy erre még rá kell vetődni. Volt-e egyáltalán? Ugye valóban egy komplet elkapás. Hát Kárpáti nagyon-nagyon védekezett. Egy play action után felíveli. Megverte az emberét egyébként Poprádi, de ott... Igen. Hát igen. Egyet lépett talán. Igen. Jogos. De az még nem volt egy befejezett elkapási utatvány, úgyhogy megyünk vissza a negyedik kísérlettel. És punt. Egy puntra. Megint egy kicsit magas. Hoppá, és egy blokkolt punt! Német Párton nem vette észre, hogy hol van. Így viszont lehet venni. Az egy touchdown! Richard, touchdown Cowbells! Ez igen! Micsoda speciális egység munka volt! Német Márton pedig odaért és betakarta a Panthert! Ráadásul onnantól kezdve, hogy átgörögtek rajta záccsal, megnyitotta az utat Olá Richardnak, aki összeszedte és végigment vele! Hát ilyen az, amikor a special team lehet döntő egy védelmi csatában. A magas pántot Német nagyon jól fülelte le. És hát akkor most jön a field goal. Az extra pont, ott látjuk, hogy a Német elszabadul, már többször ért oda. És ugye nem tudta, hogy erre pattan először. Aztán ott érkezik Olá, felkapja. És Német bekíséri Bánfival. Az extra pont pedig Magyar Csanádé. És ez... Na? Jó! 7-6-ra vezet a Cowbells! És milyen fontos az a kihagyott extra pont? Mennyire más egy mérkőzés akkor, hogyha egyenlő lenne most a 7-7? Mit mondtam az imént, ugye azt, hogy a védelem nem nyerheti meg, de a védelem meg a speciális egység megnyerhet egy teljes meccset. Egyelőre vezet. Nagyon hosszú még azért a második félidő, egy nagyon izgalmas meccsről beszélünk. Egy ponton belül van a kettő csapat. Nagyon kiélezett. Az első touchdownja Olá Richardnak a Cowbells mezében. Na itt látjuk, majd Zács egy kicsit még vár. Német pedig nagyon szépen érkezik. Hihetetlen sebességgel szélről. Zácsot kitessék el, ugye szabadlabdánál ez teljesen szabályos. Olá pedig köszöni szépen. És kap egy tackle-t Bánfitól. Igen. És itt az extra. Ami egyelőre vezetést hoz a Cowbellsnek. Érkezett tehát a kickoff. Ezen kapjuk egyébként az információt, hogy Boros László sem fog már pályára lépni a mai mérkőzésen. Sisak nélkül. Csak mezben, illetve válvédő nélkül, csak mezben a pálya mellett. Tóth! Egy visszahordás, de milyen visszahordás? Ott még egy stiff arm-mal próbált volna szabadulni, sárga zászló is repül. Hát a kickernek kellett megcsinálnia egyébként ezt a szerelést Tóth Nándorral szemben. Miközben egy sárga, igen, a pályán. Igen, az már általában rossz, hogyha kikernek kell levinni a visszaordót, ott már nagy a baj. A Magyar Csanád szépen beleállt ebbe, hogy az elszabaduló Tóth Nándor ne tudjon tovább nyargalni. Pedig az milyen válasz lett volna egy special team touchdownra, hogy egy special team touchdown. Na, mire jutnak a játékvezetők? Közben látjuk Troy Bakert, aki
az edzőivel beszélget, itt a Jatila pedig a játékvezetőkkel beszélget. Nem meg kell beszélni, közben egyébként az első után egy második zászló is berepült, nagyjából a fél pályához. Jim Ward-nak is elmagyarázza most Zsidai Attila, hogy you take the block in the back penalty and a face mask is declined by rule. So you get a ball in 10 yards. No, during the return. After the change of possession. During the return. There was a block in the back on your team. So you have to watch the penalty. So there will be 10 yards for the block in the back from the flag and you take the ball. Or both of the penalties that were declined and we repeat. We take the ball. Tehát egy 10 yardos büntetés lesz majd. Hátulról történő szabálytalanság volt, egy blokk az Entronas ellen. Blokk a bírtok lecseréje után. Personal foul, face mask, visiting team, vendégcsapat 13-as. A büntetést nem kérték. A labda bírtok lecseréje után. Illegal block in the back. Returning team 14. 10 yard büntetés, első kísérlet, hazai csapat. Itt ugye megvolt a face maskbe, tehát a sisakrácsba kapaszkodás a kikernél. Nyilván ott már ugye nehéz valahogy volt. Kellett, igen, valahogy meg kellett állítani. De volt Tóth Nándornál a visszahordás alkalmával egy block in the back. Úgyhogy összességében hátrébb költözik az Entronas. Első és 10, kettő futóval túlja, szóval kimozog. Bolita megy vele. Gombos. A papja! Ott az újabb szek. Bánfi harmadik szekje. Harmadik szek. Bánfi Mihály is lubickol ezen a meccsen. Hát igen. Nagyon szépen dolgozik. Második és 15. Lehet, hogy van a hat. Igen. Hivatalosan is az lesz. Érdekes tendencia egyébként, hogy amikor Tuajasova kimozog egy ilyen motionben, abban még nem futott egyébként az Entronas. Lehet, hogy még erre is majd sor kerül. Most azonban megkapja a labdát rögtön, és rögtön találkozik is. Wilsonnal. Azért Kábez hatosa sem rossz, tehát azért azt is el kell mondani, hogy legutoljára Brazíliában játszott egyébként Bryce Wilson. Belefordult ebbe a tackle-be. Ugye Jim Ward elmondta, hogy a defensive tackle-ökkel nem igazán tudnak mit kezdeni, akik jelenleg egyébként Bánfi Mihály és Wilson. Back-to-back játékok folyamatosan tudják dominálni a Gárdot, Centert és a Gárdot. Harmadik kísérlet jön. Jelentősen hátra szorult. Egy kecsegtető visszahordás után az Entronas. Gombos. Sikertelen a screen játék. Ez megint nagy védekezés volt a Kábelsztől. Pántra kényszerítik. Az hogy mennyire maradt benne ugye az Entronas speciális egységével az iménti fiaskó. Most ez a trembuják nem örül az eredménynek. Elnyílt dolva. Mészáros megint ott van. Mészáros német megint ott van a szélen. Golita és Hankinson várják a visszahordásnál a labdát. Golita irányába pattan. Jaj, azt meg kellett húzni. És aztán nem tudta birtokolni a labdát Hankinson az Entronasé. A mit csinál a speciális egység? Az Entronasé. Mindkét oldalon mit csinál Hartai. A támadó fal jobb oldaláról ismert Hartai összeszedte végül a labdát, amit nem tudott behúzni Golita, majd Hankinson sem. Micsoda hibák!
itt van először ugye a pattanás. Ezt érzi nyilván Golita, hogy ezzel kezdeni kell valamit. De nagyon forró az a labda. Aztán itt odaér Poprádi. Aztán utána Hankinson sem birtokolja. És Hartai. Hartai odaér. Támadhat az Endron ez újra első és 10 a 20-ason belül. Nagyon jó mezőny pozícióban. És megint a mezőny pozíció. Tudnak-e vele élni? Ami rendre az Entronersnek alakul nagyon jól. Gombos, magas a labdája Tuiasoának. Ugye ez field goal távolság. Tehát innen egy esetleges field goal-ra visszaszerezhető a vezetélye. Viszont gondolnám én, hogy most már majd, ahogyha esetleg TD-re mennek, a két pontos is elvállalják, hogy azt a 6 pontot kozmetikázzák majd a 8-al. Na de ez egyelőre még azért távoli, meg utopisztikus gondolat a Kábelsz védelmét látva. De mekkorát fordul a speciális egység, amely az imént még pontszerző, most gyakorlatilag pontengedő lehet. Hát ilyen motionben keresztben. Gombos kinéz, kergetik. És van embere, az elkapás pedig Tóth Nándor. Tóth Nándoré. Nem kell sok nevet megjegyezni ezen a mérkőzésen egyébként most. Kimagasló teljesítmények. Német az előbb még touchdownhoz segítette a csapatát, most odafigyeltek rá. Nem tudott odaérni. Első és gól. Nagyjából az 5 yardoson. Gombos mellett Ryan Tuiasoa. Kapja is a labdát. Most átadta Tuiasoa. Megint megpróbálja megkerülni az emberét, és az ott egy nagy védekezés, mert nincsen touchdown mutatás egyelőre a játékvezetők részéről. Tuiasoa szeretné persze, hogyha lenne. És van! Most már van! Touchdown Entroners! Tuiasoa meggyőzte a bírókat. Olyan mahatázottan mutatta, hogy mi történt. De ezt visszanézik szerintem majd. Egyébként pontszerzést nem hiszem, hogy elengednek úgy, hogy ez ne legyen biztos. Magyar Ádám ott megint meg tudta kerülni egyébként Tuiasoa, és onnantól kezdve minden erejét arra az egyetlen összecsapásra tartalékolta, amivel átvihette, vagy legalábbis ugye oda tehette a labdát a gólvonal síkja fölé. A Zsidai Attila nem véletlenül kér szót. Élettársadalán az előző játékot visszanézzük. Így van, tehát a visszanézés megtörténik. Egyelőre azért innen mi sem vagyunk különösebben okosak. Beszélj csak a saját nevedben, kérlek. Mert te láttad, hogy ez touchdown? Most azon kívül, hogy felmutatta a játékvezetőt. Szerintem touchdown. Jó. Fogadjunk, vagy mire gondolsz? Nem, mert összességében ennek nincs túl sok sportértéke, hogy a játékvezetők által megmutatott ítéletet így jóvá hagyod innen. Jó, hát. Bátra ki a szerencse. És te nevezed magad bátornak? Nem. Forradalmi vagy. Egy pillanatra sem tennénk ilyet. Zsidai Attila, nézzük, hogy ő mit lát. Tehát ott volt ugye az ütközés, még előtte van egy ember, bár kevésbé látszik. Ez nem az a szög. Ott szerintem az benyújtotta. Ja. Igen. Ha? Ez lesz a nagyon jó szög egyébként. Ugye itt még nincsen kint, ott pedig ott van a labda bent. Igen, és még ráadásul Hankinsonra esik. Birtokolja végig a labdát, ez ugye fontos. Itt már eléri a síkját, és itt meg ugye nem ér le a láb, mert hogy Hankinson van alatta. Igen. Megerősíted? Forradalmi vagy, hát mondom, elbírtad vállalni azt, amit a játékvezetők is. Igyekszem, köszönöm. Ez azt jelentené, hogyha Tuiasoa touchdown szerezne, ugye most már a hivatalos megerősítésre várunk, hogy ez lenne neki a 6. Magyarországon, csak futott és elkapott touchdownokat számolva. És vezetné egyébként a touchdown listát az idényben. Itt még nem látszódik a labda, valószínűleg nem is ebből kameraállásból fog. Ott látszódik, és ott ugye Hankinson lába van alatta. Szerinted mi van a játékvezető fejében, egész közelről láthattuk.
nem igazán látjuk, ugye, hogy a Poprádi mutatja, hogy ez touchdown. Hát persze. Tehát neki az a dolga ott, ugye. De hát ugye fontos, hogy a pályán hozott ide egy touchdown, tehát ezt megváltoztatni szerintem semmi alapján nem tudják. A visszanézés után a pályán hozott döntés marad, a játék eredménye touchdown. Egyébként remekül használják a videót a játékvezetők, és nagyon jól érzik a kétes szituációkat videóbíró segítség nélkül. Az fontos kiemelni. Tehát senki nem ül itt mellettünk, aki azt mondja, hogy na srácok, ezt nézzétek vissza. Pusztán a pályán lévő 7 darab játékvezető is nagyon szépen intézi meg ezeket az eseteket. És hát természetesen két pontos sem egy. Így van. A Fehérvár Entrón, ez nem meglepő. 12-7-nél kell a kettő pont, mert akkor azzal lehetne egy touchdownnyi és egy extra pontnyi, tehát 7 pontos a differencia. Gombos, Gombos nem adja most új a Szoának. És nem jó a két pontos. Pedig ugyanúgy megverte egyébként Kárpátit Tóth Nándi, mint amivel a touchdownját szerezte. Tehát teljesen ugyanaz a játék, tükrözve ugyan, de... 12-7-re vezet a Fehérvár Entroners. Nyújtózkodnia kellett, és ott még egyébként volt esély. Volt még esély, hogy esetleg a sisakot szorítsa. Aztán pedig kiderül. Hát így akkor 12-7. Tehát 5 pont. Így van. Tehát közte. Két touchdown és egyetlen hát sikeres extra pont, és aztán a két pontos sem sikerült az Entronersnek. Így pedig azt jelenti, hogy jelen pillanatban viszonylag kevesebb teher van például a Kábelsz rúgóján, mert egy touchdownnal már a vendégek vezetnének. Különösen izgalmas mérkőzés ez most abból a szempontból is, hogy nem feltétlen kell egy meccsnek 42-45-nek lennie, hogy olyan izgalmakat lássunk, mint amit most. Special team, óriás játékokat, nagyon nagy ütéseket, egyébként szép pillanásokat a támadó oldalon is. Messze az. Ez a legjobb mérkőzés a közvetített mérkőzések közül, és hozzáteszem, ugye a Kábelsz Wolfsnak is volt egy igen komoly, hát egyrészt ugye a védelmi csata az ugye ott is tartogatott egy olyan mellékzöngét, hogy azért az is egy jó feszült mérkőzés volt, ezáltal izgalmas, és ez most hasonlóképpen Golita, ezt most lekapta. Hop-hop. És hogyha ő is becsületbeli ügynek veszi azt, hogy az imént hát egy kicsit ugye az ő lelkén száradt az, hogy nem tudta magához édesgetni a labdát, akkor egy nagy visszahordással próbált meg kirukkolni, de sárga zászló is van a visszahordásnál. Két oldalról is repült. Golita pedig egészen biztos, hogy nem örült annak az előző punt returnnek, hát igen. Holding, visszavadó csapat 24, 10 yard, első kísérlet. Hát ezzel pedig most megint hátrébb költözik a Cowboys, amely ugye valamit offenszben kellene villanjon. Egy rettenetesen az kiinduló ponttal. Beszéljünk egy másik dologról, ami még érdekes lehet. A harmadik negyed első 6 percében alig volt fent a támadósok, minketben nem volt fent egyébként a Cowboys támadósok. Az első fél időnek az utolsó pár percében megint csak nem voltak fent, egy térdelés erejéig. Milyen szinten van kihűlve Vári Tamás? Mint hogyha új meccset kellene kezdenie. Na lássuk. De az új meccs kecsegtet azzal is, hogy esetleg jobb lesz. Hát ez a passz nem erről árulkodik. Az Axel nem voltak egy szisztémában. Egy run pass option-t láttunk, amire megint csak Jim Ward felhívta a figyelmet, hogy készültek rá. Vári leadhatja a labdát, és egyébként passzolhat is vele. Lekocogott egyébként most az imént, Zax. A Zsila van fent futóban. Semtel és Mészáros egy kis szélső elkapóba. Mészáros ezúttal például slotban. Zsila kapja is a labdát, de nem megy vele sokáig. Ezt ugye ezt a 30 yardot vizionáltam, hogy azt esetleg ha, de az se.
ráadásul nincs meg az elszabadulásra sem az esély. Tehát olyan magabiztosan ér oda az Entroners, és ráadásul nem egy véletlen lecsúszott szerelésen múlik, hanem ott vannak négyen, és vége a futásnak. Amikor esetleg pedig passzra kerül sor, mint például valószínűleg egy harmadik és tíznél, akkor pedig hát látjuk a kék 50-est, aki föláll a vonalra, és hát ha nem figyelnek rá eléggé, akkor labdát szerez. Erre szokták mondani, nagyon egyszerű játék ez a foci. Várj, most passzolnia kell, harmadik kísérlet. Régen elől valahogy elszeparálják. Vári! Az igen! Megfutja! És sárga zászló counter blokkjára. Az oldalvonal mellé repült az a sárga. Ez megint csak szerintem egy buta hiba volt. Tehát nagyon lelkesen blokkolt, de már az oldalvonalon kívül volt az a játékos, akit őt blokkolni, akit blokkolt. Ez pedig ugye ilyenkor szabálytalan. Na hát kíváncsiak vagyunk. A first down szerintem egyébként megvan. Az megvolt. Megvolt. Utána lehet egyébként, hogy mennek hátrafelé. Nem történt a játék során szabálytalanság, a pályázott eredmény first down. Hát ezt meg kíváncsi ezek a visszajátszásra, mert én egészen biztosan gondoltam azt, amit láttam. Ezek szerint akkor sikertelen. Na, itt látjuk, igen, hogy Kanter várja a labdát, de aztán Vári megindul. A gyarmati. Akkor nem Kanter volt. Ott mellette volt egy blokk, akkor ezek szerint. Teljesen nem voltam képen. Bocsánat a nézőktől, megint csak. Na de, Vári passza, Ciroknak most jó. Cirok lefordulna. Megcsinálja a szerelés Zilai. Pislákol ez a Cowboys offense. Kellett ugye azért ez a harmadikra egy irányító futás, harmadik és hosszúra, azért az miha nem ez egy olyan kiinduló pont, amire építkezhet egy csapat. Most már elég kevés is elég, tehát nem kell nagy játékot várni. Ez a maga szintjén egy nagyon nagy játék volt. Harmadik és tízre futotta meg, így van, ez egy nagyon kritikus. Második és négy. Cirok 6 yardot szerzett ezzel a blusztolós játékkal. Vári eldobja oldalra. Megint ott megy a pörgés-forgás. The first down. Az nem lesz a dologból, sőt még igazából a közelébe sem kerülnek. Szép védekezés volt. Ezúttal is Zilai, akinek ugye késérülése volt. Meg azért sok problémát elszenvedett most az utóbbi időben. Most azonban ott van a pályán, és hát az előző kettő játék is mutatja, illetve hát az az óriás ütés Zakszon, hogy azért észrevéteti magát. Hát egyrészt, másrészt meg azért, ami tudott volt róla, és már dunaújvárosi játékosként is feltűnő volt, hogy az egyik legígéretesebb fiatal védőjátékos, magyar védőjátékos. Nem kérdés. Vári. Cirok. Megvan a first down. Cirok. Két ember között lő ki. Péter Csaba ér oda végül. Na hát beindul ez a Cowboys offense. Úgy fest. És ártani nem fog ártani a meccsnek egyébként, hogyha ők is haladnak. Alapvetően a külső zónákat támadja most a Cowboys. Cirok is ezt támadta. Költözik tehát a Cowboys offense az Entroners tér felére. Vári még utoljára áttekinti a terepet. És aztán passzol! Most megvan a ritmusa, előhívja Vári azt a klacs játékost, aki Cirok. Nagy meccseken szokott ő igazán nagyot játszani, erről beszéltünk ugye a felvezetés során is. És nagyon szorult helyzetekből rángatja ki a csapatát.
Egyébként lehetett látni az első fél időben, borzasztó elégedetlen volt Cirog. Sokszor el is vonult, nyilván ugye fel kellett dolgozni azt, hogy a Kábelsz támadó egysége állt. Nagyon összerakta a gondolatait, és most elkezdték érezni egymást. Ugye ez is first down volt egyébként. Vári, ezúttal Kranyec teremti a földre. Na most azért reagál az Entroners védelme. És hát azt hozzá kell tenni, hogy itt az Entroners 74-esek, Kranyec Martin, hogyha már ugye említettük ugye a jó fiatal védő játékosoknál, Zilainál, hát Kranyec még fiatalabb, és szintén nagy ígéret. Reméljük, hogy nem csak ígéret marad, azért az ilyen megmozdulások azt mutatják, hogy már most egy nagyon jól dolgozó játékosról van szó. Utójáték. De visszadolgozza egy kicsit magát a Kábelsz. 30-asan belülre, de azért ez így is egy igen nehéz harmadik kísérlet lesz. Bár ez ugye megint egy olyan helyzet, hogy azt gondolom, hogy két kísérlettel számolják ezt a hát nagyjából 16 yardot. 15. Hát, hogyha nem lesz meg a first down, szerintem biztos, hogy neki mennek. Ez nem kérdés. A harmadik negyed vége felé járunk, ugye. Vári, megint jön Kranyec, de most elengedik. Azt a micsoda elkapás! És micsoda meglódulás! First down megvan! Több nem jön ki belőle, de ez is óriási játék! És egy összeomló játékból egyébként. Egy screen játékot szerettek volna eljátszani, Kanter pedig mit húzott be egy kézzel? A Cowboys 8-asa megmutatta, hogy... Az igen. Azért ő elit. Elit ebben a témakörben. Na az az elkapás, és aztán utána pedig még szélen. Válasz kellett ahhoz, hogy ne legyen ebből touchdown, aki nagyon szépen ért oda. Első is gól. Lemarta a levegőből. Válasz elkapta a lábát. Ezzel megmenekít a csapatát. Egyelőre, Vári! De csak egyelőre úgy fest! Nem, az még nem egy touchdown. Még nem elég. Rékasi, hogyha minden igaz, ötössel. Mert hogy közben ugye nem csak Boros válvédője került ki a helyéről, hanem Zaxé is. Úgyhogy azért összességében bár eléggé széles a repertoár a Cowboys részéről, de most náluk is kicsit kevesebben elkapó poszton. Ezért például Magyar Csanád is 13-assal játékra jelentkezik. Mégpedig... izolált elkapók. Igen, igen. Ezt a meccsapot keresték egész eddig. És időt kér Vári. És vendégcsapat, első csapat időkérés. Hát kopogtat az a Cowboys. Kopogtat bizony, és ez az első igazán olyan drive, ahol ez a Cowboys, ez megvillantja azt a tudást, meg Várinak azt az összeszedettségét, amiről egyébként már sok szó esett, és aminek köszönhetően ez a Cowboys 3-1-el tud állni. Aki most kapcsolódna be esetleg mondjuk a HFL küzdelmeiben, lehet, hogy meglepődne, hogy ez a kettő csapat az ugyanúgy 3-1-el áll. De igen, ez a második félidős Cowboys az, aki egyébként egész eddig fönn volt a szezonban a pályán. Most nem tudom, hogy a buszon maradtak, vagy milyen olyan módosítás történhetett a félidőben, ami ennyire változást hozott. Az biztos, hogy teljesen más csapatként jöttek föl a pályára. Második kísérlet lesz, és gól. A szituáció majd. Sok mindent nem lehetett kiszűrni ebből a kis megbeszélésből. Magyar Csanád pedig Titanbe áll fel most. Igen. És Mészáros pedig Vári mellett futó poszton. Aha, de aztán kimozog. Vári őt keresi, Mészáros összeszedi, és nem tud előre dőlni. Erre a játékra fel volt készülve az Entroners. Válasz legalábbis biztosan.
megy vissza Zsila. Pályára pedig nem annyira, lazán áll fel. Ugye ő azért küzdhet még ezen a mérkőzésen, hogy az ötödik alapszakasz találkozón is legyen touchdownja. De nem ebből a játékból lesz touchdownja, ami egyébként az utolsó play volt ebben a negyedben. Hát nagyon-nagyon kemény mérkőzés, és brutálisan jó negyedik negyed várható. Maradjanak akkor is velünk. A Hungarian Football League leglátványosabb akcióinak főszereplői az első és tízben. Ádász küzdelem test közelből a közvetítéseken. Tartsanak velünk, legyenek részesei az élménynek. Szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy önöket is magával ragadja az amerikai futballérzés. Háború élőben, a Digi Sporton. A meccseken dráma és izgalom, győztes és vesztes megmozdulások. Mit hoz a következő forduló, kiszerzi a legfontosabb pontokat, részletes elemzések és háttér az első és tízben. Hírek és aktualitások, játékosok, szakértők, elemzések, nagy húzások és tragikus ballépések, okok és következmények, hallójáratokat kinyitni, a magyar-amerikai futball boszorkánykonyhája kitárja kapui. Overtime, a Digi Sport és a Fűzővel kifelé amerikai futball podcastje. Hallgassa akár útközben is. 12 hétre vezet a Fehérvár Entroners, de ott van a touchdown szerzés közelében a Budapest Cowbells. A negyedik negyed kezdődik. Kollány szituációban. És harmadik kísérlettel. Vári gyorsan eldobja, és jön a sárga Kanter visszahúzásáért. Szerintem egyébként a tehát nem volt annyira durva az a szabálytalanság, viszont azért Kanter az előző elkezdésével bebiztosította azt, hogy most már odafigyelnek rá a bírók is. Igen. És azt mondják, hogy na, akkor ez a srác el tudja kapni, hogyha a közelébe jön bárhová, és azért ott van az a, húzás, abszolút igen. Szépen csinálta, föltette rögtön a kezét, hogy menjen az elkapásért, meg hogy jelezze a bíróknak, hogy itt vagyok, és visszahúznak. Most megint egyébként magyar hangot kellett volna játszani, bár lehet, hogy mindenki hallja, mi megint nem hallottuk egyébként a bejelentést. Az viszont biztos, hogy a távolság felezése lépett életbe, mert hogy Kanter ellen szabálytalankodtak. Hát, így most már egy első kísérlet. Első kísérlet. Ja, automatikusan járt ezért. Vári pedig meg próbál betolni. Vári próbál előre dőlni, de az meg rövidnek tűnik. Mert hogy előre nem tudott dőlni, csak oldalra. Sasszézott. Erre kész volt erre a játékra a Fehérvár. Szép goal line védekezés. Kranyec tápászkodik fel, ugye 74-es elő is ott volt. De ez most csapatmunka volt a javából. Szépen tömörítették, Vári pedig. Említettem, hogy Vári az első három mérkőzésén szerzett futva touchdown, hát futva az ugye nagyjából így. Valószínűleg ezt látták a kékmezes fehérváriak is. Második kísérlet tehát. Vári ezúttal most passzolni fog, gyorsan elengedi! Kettő-fehérvári védő ugyanez, egymásnak szalad, de... Sándor Mátyás, aki már védekezett jól a mai napon, most megint oda tette a kezét, hogyha minden igaz, 57-essel ő volt az. Harmadik kísérlet, és ugye ilyenkor van, hát azért nehéz helyzetben a Kábelsz, amikor tudja az ellenfél, hogy nem, Zilai volt. Zilai és... 57-es volt, igen. Igen. Tehát akkor Zilai és Sándor Mátyás, szóval... Amikor tudja azért a Kábelsz ellenfele, hogy a futást azt le tudják védekezni. És gyakorlatilag gólpassz szituációban is. Passzolás, Vári eladja! Eladta Vári! Micsoda hiba! Zilai fogja meg a labdát! Várinak nem jól áll a születésnapos mérkőzés.
és ez az, amikor nincsen futójátékod, még goal-line szituációban sem tudod előkapni. Mindenki az ellenfélből tudja, hogy jó, lehet, hogy Várit meg kell fogni, de a futóra nem kell figyelni. Az elkapókra igen. Beerőltette abba. És Mészáros terőz. Ott nem volt ablak. Zilai köszöni szépen. Hát azért így süttyomban Zilai is óriási kezd el játszani. És hát így marad a fehérvári vezetés. Vári láthatóan nem boldog. Természetesen nem vagyunk meglepődve. Nincs tehát vezetés csere. Viszont annyiban bízhat a Kábelsz, hogy nagyon jó az ő szempontjukból az a pozíció, ahol el kell kezdeniük védekezni. 10 perc 55 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Próbálja futással kihozni a labdát az Entroners, és javítani a helyzetén, de hát a tízesükön belül kellene helytállni. Itt egy hasonló mentalitású edző, mint Jim Ward szerintem. Most fog hívni három darab futójátékot, és elpántolja a labdát, és reménykedik benne, hogy nem bokkolják azt le. Gombost bármikor is, ha közelébe érnének, az háromból egyből, vagy igen, háromból egyszer Tuiasoa is akár elszabadulhat. Minden esetre azért összességében egy 2 yardot kihoztak ebből az iménti kísérletből, de még mindig azért a saját tízesükön belül vannak. Tuiasoa futás, szélre szabadul. És Tuiasoa ott megnyílik a terület előtte. Kijött a nagyon kemény helyzetből Ryan Tuiasoa. Neked lett igazad, ugye? Elszabadult a háromból egyből, már is a második kísérletre. Szépen ugrott ki szélre, és ezek azok a 10 yard fölötti futások egyébként, amik nagyon lelombozóak tudnak lenni egy defense-nek. És azért, hogyha össze tud rakni egy olyan drive-ot, vagy ahhoz hasonlót a Cowboys, akkor összességében az, mint az Entroners, mint a Cowboys az imént, akkor összességében szépen menedzselve az órát, akár el tudná nyújtani a különbséget két labda birtoklásra is most már. De a field goal még arra nem lenne elég. Tuiasoa újra. Futás. És ebből most azért szépen elkezdték hozni a yardokat, ebből kijött így első ránézésre. És ami fontos, hogy forog az óra, tehát megy tovább, ölik az időt. Utolsó 10 percen belül most már azért nem szabad elfelejteni. Azért mondom, hogyha össze tudnának hozni egy jó pár perces drive-ot, akkor az egy, még akár, hogyha csak egy field goal a vége, akkor is egy nehéz helyzetbe kerülne hirtelen a Cowboys. 2 futóval Fehérvár. Gombot átadja. Tuiasoa, milyen mozdulat volt az is. First down szerez egy maga. 2 játékból. És az iménti nem is 4 yardos volt, hanem 6 yardos futás. És a mostanival pedig ezt a 4-et is ledolgozzák. Itt láthatjuk, hogy végül odaértek Ryanre, de akkor már késő volt. Hirtelen ritmust talált egyébként az Entroners is a futójátékra alapozva. Pont a tükörképe a Cowboysnek. Gombos eddig nem kellett beleálljon. Opp, és egy bemozdulás. Hátra parancsolják az Entronerst. Jó start. Offense 34. 5 yard. Első kísérlet. Ott Levente. 34-essel, aki nyilván segítette volna Tuiasoa a munkáját itt. Kicsit rontja az Entroners helyzetét. Azért a helyzet még mindig nem vészes, első és 15. Az ütem nagyon megvolt, ahogy te is jelezted. Itt látjuk ugye, hogy Tóth már megmozdult, és érezte is rögtön, hogy nem jó az úgy. Passz. Gombos, és most ezt elpasszolja, Tóth Csaba pedig ledobja. Hát, lehet, hogy ennyit most a jó ritmusról.
itt azért érezni Bakonyvári hiányát. Igen. Abszolút. Csabának ugye ezért kell ott lennie a pályán. Nyilván egy ilyen játékos, mint Bakonyvári Pati nagyon nehéz pótolni. Második és 15. Súlyászva a gombos mögött. Támadó skill pozícióban tele Tóttal az Antoner. Illetve Poprádi. És ott a passz, ami nem jó. A kommunikáció megint csak itt sem azt várta szerintem gombos, hogy egy mély útvonalra megy majd az elkapója, hanem azt jelenti lentre. Oda is ment a labda, csak nem oda ment az elkapó. Hát ezzel most már meglehetősen nehéz a helyzet. Harmadik és 15. Nagyon szépen haladtak a futásokkal, majd utána átváltottak a passzjátékra, ami nem annyira jól működik. És hát most meg pedig olyan helyzetben vannak, ahol nagyon kell a hosszú passz. És most már valójában a hosszú passz kell. És ez még azért sok idő, nagyon sok idő, ami hátra van. Harmadik és 15. Újabb bemozdulás. Itt ugye elkezdődik az egymásra mutogatás, és aztán majd a játékvezetők bogozzák ki a szálakat. Foszkár, offense 77, 5 yard, harmadik kísérlet. Már pedig ez megint egy támadófal hiba. Horváth Györgytől 77-essel. Hop-hop. Ott volt. Sőt, tudta is. Igen, érezte rögtön, hogy ajaj, ez én voltam. Hát a harmadik és 20. Na itt viszont nem vagyok benne biztos, hogy erőltetném a hosszú passz. Hussunk egyet és fántoljuk el ezt a labdát, úgyhogy nem kerülünk nagy bajba. Nagy bajba nem kerül az Entroner, de majdnem 8 perce lesz még támadni a Cowboysnek. Amely alapvetően abban bízhat, hogy összerakott egy jó drive-ot, egy nagyon életképes sorozatot. És leviszik! És leviszik bizony, szek! Miközben egyébként Poprádi környékén 20 yarddal nincsen senki. Magyar Ádám. Tehát igen, a nyomás az ilyen. Teljesen mindegy, hogy mi történik a pálya másik felén, hogyha az irányítót földre viszik. Magyarról sokat beszéltünk már. És hát megint megmutatkozik. Itt látjuk, hogy befelé dolgozik. Wilson csinálja neki a helyet, és aztán mind a ketten odaérnek. Azért Gombosnak sincs könnyű meccse. Kapja az ütéseket, az biztos. És ő sem teljesen egészséges, tehát ezt így kell ugye szemlélni, hogy jelen pillanatban nincsen erős már, Gombos sem teljesen egészséges, van ugye Nardai. Na de nézzük a pantot. Nagyon jól pattog. Egész jól pattog. Hankinson. Nincs már lefordulás. Leviszik Hankinsont. És sárgazásról szerintem egy face mask volt akartam mondani, hogy mintha oda csúszott volna az a kéz. Jaquan Hankinson ugye 41-essel, aki megpróbálkozott a visszahordással. Hát, hogyha ez egy face mask valóban, akkor nagyon jó helyzetből érkezik. Motor Cityből, Detroitból származik egyébként Hankinson. Urbana University kisebb egyetemének volt a tagja. Na, egyelőre a fél pályán nyugszik a labda. Az ott szerintem egy face mask, igen. De hát meglátjuk, hogy mit mondanak a játékvezetők. Zsidai Attila már szót kér. A labda birtoklás cseréje után. Illegal use of hands, returning team. Kicking Team 34, 10 yard büntetés, első kísérlet. Ez így most ingyen yard mennyiség a Cowboysnek. És elkerül a labda szépen a felező vonalról. Az Entroners 40-esére, 40 yardra a Budapest Cowboys attól, hogy szerezzen egy 6 pontost, ami már minimum egy vezetést érne nekik, és ugye azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván ők sem elégednének meg
az extra ponttal, tehát itt most nagyon rúgókat már nem biztos, hogy fogunk látni. A két pontosra mennének majd akkor. Hát az, igen, hát az megjött. Azt a mindenit beköszönt. Ajjaj, azért ott is van most probléma Zsilánál. Érkezik is Lehmann. Na most, hát régen és Zsila között lehet, hogy van 50 kiló különbség. Azt a mindenit berobbant. Ezt nem köszöni meg majd a támadó falának. Nagyon szépen Melkas. Ez nagyon szép ütés megint a fehérvári oldalról. Zsilát letámogatják végül. Ezt is el lehet kezdeni megvizsgálni. Hát, ugye szegény Cowbells futók, nem elég, hogy nem megy egyáltalán előre velük a labda, de még Zsila belenézett egy ilyen ütközésbe is. Régen pedig elképesztő. Hihetetlen. Kicsit látványosabban játszott egyébként itt a második fél időben Zilai, de hát azért régen is most bemutatta. Második és 11. Vári passza készül. És Gunter! A first down határához dobta a labdát Vári Tamás Gunternek. De egyelőre talán egy lépéssel rövid. Harmadik és nagyon rövid. Biztos, hogy rövid, mert most ott ugye lehet látni a 30 yardos pontosan a first down-t jelentő vonal, és ott a 30 és felesen, ami kicsit nyilvánvalóan felhúzva, de ott van a labda. Gyarmati megint szépen védekezett, de hát ez kevés volt. Az elkapás sikeres. Az egy QB sneak. És ez megvan. Vári benyújtotta, majd még hozzárakott 3 yardot. Igen. Ezt a játékot láttuk már kevésbé sikeresen ugye a gólvonalnál. És a Cowbells itt most szépen játszott az idővel is még, hiszen 5 perc, 40 másodperc alá mentünk éppen. Nekik nyilvánvalóan most az lenne az teljesen ideális, hogy úgy szereznének touchdownt, hogy közben a lehető legtöbb eltűnne a hátralévő időből. Mészáros mozog, nem jó igazán. A snap, Mészáros tovább viszi, ebből nem lehetett igazán jó játékot. Ki más lenne ott a tackle for loss-nál, mint Csapály régen. Hát ott gyakorlatilag Mészárosnak el kellett vállalni az áldozati bárány szerepét, így, hogy lapos volt a snap. Igen, Vári ezt átadta, de örült, hogy nem ő kapja majd azt az ütést, ami utána jön. Marci nem boldog. Második és 15, 14, bocsánat. Így visszaszorultak 4 yarddal a fehérmezesek. Vári. Megint közel érnek hozzá, Vári elhajítja. Mindenki számára egy elkaphatatlan labda volt. Na most ugye itt már, ha számolgatunk időt, 4 és fél. Hát itt negyedik kísérlet is kell majd. Mindenképp. Nem kérdés. Harmadik és 14. Mészáros és Círók egy oldalon, Kántert izolálják a másikon. Egy kis tétlenség fehérmezeseknél. És ott sikerült beugrasztani Kranjecet? Vagy a Cowbells-esek indultak előrébb? Hát Vári reakciójából ítélve utóbbi. Na hát nézzük. Szerintem egyébként támadójátékos mozdult előbb. Igen, Vári reakciója is erre utalt, ki nagyon bosszús volt. Foster, offense 75, 5 yard, harmadik kísérlet. Hát ez így most akkor komoly probléma a Cowbells-nek, amely beindult, és most fejlődik hátrafelé. Ah,
teljesen egyértelmű. Vadlövő. Nem kérdés. Hát megint egy kicsit lábon lövi magát a Cowbell, ez megint egy buta büntetés, amit elkerülve jóval jobb helyzetben lettek volna. És nem az első ezen a meccsen. Harmadik és 19. És hát a 19 yardot kellene kettő darab kísérletből megtenni most. Vári. Egy ívelt labda eladja. Eladja a labdát. Eladja a labdát Vári, és ez lehet itt a vége. Koltai hozza még vissza a félpályáig durván. És az egy sárga zászló is még. Későn érkezett Arató. Koltai az, aki nagyon komolyat lépett, és az Entronerszel kézen fogva ahhoz, hogy a Fehérvár Entronersz elődöntőbe kerüljön. Alanyi jogon már is a második kiemeltként. Várinak az arcában voltak, és csak hárman siettették, de így is odaértek hozzá. Koltai, nem kérdés, hogy nagyon szépen nyargatott. Ott már a fehéren voltak. Nem volt szabályos keretek között. Teljesen egyértelműen járt a sárga. És ez még ugye gyakorlatilag a fehérvári esélyeket növeli. Jár a turnover korona Koltai Gergelynek, aki könnyen lehet, ahogy mondtad, hogy eldöntötte ezt a találkozót. Bár 4,5 perc még nagyon hosszú idő. Igen, 4 perc 22 áll elvileg a hivatalos órán is, meg a milyenken is. Hát itt akkor most megint az van, hogy futni, és azzal valahogy megszerezni azt a ritmust, ami elveszett az imént az Entronersznek. Tanácskozás végeredményét lassan mi is meghallgathatjuk majd. A labdabirtoklás cseréje után unsportsmanlike conduct, hazai csapat 57. A labdabirtoklás cseréje után personal foul, vendégcsapat 64. Ezek a büntetések kioltják egymást. A labdabirtoklás cseréje után illegal block in the back, returning team 6. Ezt a büntetést kimérjük. 10 yard büntetés a szabálytalanság helyétől, első kísérlet. Na azért itt elég jelentősen változtak a dolgok. Ugye alapvetően elsőre lehetett látni, hogy a kilépő játékos Koltait meglökte Arató. Ugye ez egy dolog, de közben volt egy block in the back. Egy block in the back ugye az elején, ez az, amit végül kértek, de ami ugye még plusz van a sportszerűtlen viselkedés Sándor Mátyástól. Hát így azért összességében ez még egy nehéz helyzet az Entronersnek, és így esélyt kap a Cowbells is. Egyrészt ugye a védelem, amely egész mérkőzésen kimagaslóan játszott, és egy nehéz helyzetben egy labdaszerzéssel, de akár egy three and out-tal most még könnyen meccsbe helyezheti magát. És ide Attila próbálja közben egyébként elmagyarázni Boda Gábornak és Jim Warnnak, hogy miért jó a saját ítélete, és miért nem jó az, amit ők szeretnének. Jim volt természetesen nem ért ezzel egyet, tehát meg lennénk lepve, hogyha igen, erre azt mondanám. Nagyon jó döntés. Visszamentünk 30 yardot. Miért nem 40-es, Fori? A játékvezetőkkel a pályán hozott döntésben. A szabályok értelmében a hazai csapatot időkéréssel terheljük. Ahájjaj. Időkérés vesztés. Az Entronersnek ez most kicsit nehezebb, bár nyilván azért fel voltak erre készülve, hogy ilyen módon másik
ez az olyan sportfőségére volt, ilyes, hogy is Demeter azért úgy gondolta, hogy... Szóval akkor időkérés egyébként, ami most a... az ítélet. A pályán Jim Bourne átbeszélte a játékvezetőkkel, és most átbeszél a csapatával is. Innentől futunk, ezt hallottuk ki a hátulból teljes meglepetésre. Valami olyan is volt, hogy mindegy, csak fusson már valaki. Valaki, akárki, bárki. Én úgy gondolom, ez egy nagyon komoly vállalás lesz, hogy itt a Fejvár M-Troners futtatni fogja a labdát. Bátraki a szerencse. Igen, igen. És tudjuk, hogy te... Meglépem a választ. Igen, igen. Na hát a Cowboys védelme eddig azért a futásokat állítgatták meg. Nézzük, hogy a Gadgetből lesz-e. Helyes Novakov. Jut azért előre. Futottak valaki. Akárki. Nem is akárki, bárki. Novakov. Novakov eddig azért nem vétette magát észre olyan nagyon ezen a meccsen. Most egy belső futás, amit szépen tartottak be, magyar kifelé mozgott, belül pedig nagy volt a baj. Igazán tudták kezelni a nose tackle-öket, vagy hát a defensive tackle-öket. Túlja szóval természetesen maradt fenn. Kóth Levente maradt fenn. Novakov, aki elhagyta a pályát erre a játékra. Második kísérlet jön. Tuyasoa. Meglódult Tuyasoa, first down, és sokkal-sokkal több. Ki is lépett egyébként a pályáról. 3 perc 23-nál. Az nem feltétlenül hiányzott. Mármint az Entronersnek. Megint csak a szélen. Nem értek ki rá a Cowboys védői. És amikor pedig mégis, akkor már nagyon késő volt. A Fehérvár természetesen nem sieti el a játékot. A támadó órát próbálják maximálisan kihasználni. Szóval az most Bumpy! Nagy védekezés! A Cowboysnek pedig még kettő darab időkérése van. És ezt lassan el kell kezdeni használni, azt hiszem. Egyelőre nem jön az időkérés viszont. Rögtön robbant oda. 2,5 perc van hátra, és a Cowboys nem kér időt. Tehát úgy néz ki, hogy próbál takarékoskodni az időkéréseivel, de vajon jól okoskodik-e Troy Baker? Nem esetleg egy ilyen játék után kellene most azonnal, ugye második és 13-nál. Valószínűleg úgy gondolja egyébként, hogy... valahogy vissza kéne kapni a labdát, és arra kellenének az időkérések. Illetve most a harmadik nyelvedikként meg tudja még állítani. Novakov. Arra nem nagyon vezet út, szépen elkapja a lábát Wilson. És most fog időt kérni Troy Baker. Nem meglepően. Igen, most megvan. 1 perc, 52 másodperc. Két nagyon nagy védekezés a Cowboys-től. És ezzel lesz egy igen hosszú harmadik kísérlete a Fehérvárnak. Második csapat időkérés. Hát nagy izgalmak így a végére. Semmi sem lefutott. És könnyen lehet, hogy az Entroners bebiztosította valóban azzal a labdaszerzéssel a győzelmét, de könnyen lehet, hogy most fordul akár a kocka. Kicsit számolgassunk majd azért az időkérés után. Adjuk meg az esélyt a Dolphinsnek, hogy javítsanak. Szerintem ez egy nagyon jó tételmondat ennek a... És akkor számolgassunk, 1 perc 52 másodperc van hátra. Most ugye az ideális esetben megállítja nagyjából 1.40-ig a valamilyen játékot. Ugye ez a
legrosszabb eset mondjuk a kábel szempontjából. Pánc, és akkor nagyjából lesz egy bő másfél percük. Nagyjából igen. Most ez egy futójáték lesz, ebben szerintem nincsen kérdés. Ugyesze valószínűleg megkapja ezt a labdát. Meg itt kapja. Megkapja. Uha. És az ott egy nagy szerelés! Németh Márton! Nagyon kellett. Nem csúszott le! Pedig elsőre az sem volt teljesen esélytelen, egy lassításnak. Ugye nyilván jó lett volna, de Németh befejezte a tekölt. Harmadik, utolsó csapatidőkérés. 1.43 van. Így van. Tehát ilyen szempontból most a mi óránk az nem mérvadó. 1.43 van hátra, pánt következik, és akkor marad durván az a másfél perc, amit vizionáltunk, és hát nyilván hát a pánttól függ, hogy honnan. És nincs időkérése a Cowboysnek, időkérés nélkül kell menniük. Az, hogy a futójáték mennyire hangsúlyos, az nyilván itt most már nem releváns. Nem hiszem, hogy sokat fognak futni, ha csak nem vár, íramodik meg. Na, hát Zács várja a labdát. Láttunk már blokkolt pántot ezen a mérkőzésen. Láttunk. Hankinson pedig helyezkedik egy visszahordásra. Egy ember van leghátul, tehát a Cowboysnél. Megint magas a snap! Zács! Uha! Ez egy nagyon rossz pánt, és azzal még lehet visszamenni Magyar Ádám! Milyen nagyon jó kiinduló pont! Milyen helyzetbe hozzák a támadó sorukat? A long snap nagyon magas! Zácsnak bűvész mutatványjal kell egyáltalán ott magánál tartani, és hát ilyen csálét tudott ebből kihozni. Magyar Ádám pedig nem volt egy nagy visszahordás, egy pár yarddal hozta kedvezőbb helyzetbe a csapatát. Itt látjuk egy magas, magas long snap, amivel 1.35 a hátralévő idő, és nem kell, teljes pálya, fél pálya? Egy fél, negyed pálya, mondjuk. Igen, pont a 25-ös, nem. 20-ason van. A red zone-ból kezdi meg hát a támadását a Cowboys. Micsoda izgalmak maradnak még itt a végére. Időkérés nélkül 5 pont közte. Vári. És egy touchdown-nal nyer a Cowboys. Ott van! Elkapás! Ott van! Mészáros! 5-ből 5! Honnan szedte össze? Mészáros Márton egy vakontúrásból összekaparta azt a labdát. Ez valami elképesztő volt. Minden mérkőzésén touchdownja van ennek a fiúnak. Nem tud hibázni. Immár a 6. összesen. És így még marad ideje az Entronersnek, hozzáteszem. 1 perc 28 másodperc van hátra. A 2 pontosra kell menni, ahogy már ezt az imént azt is kiszámolgattuk, hogy itt most rúgás nem lehet, a 3 pontért kell megcsinálni ezt a 2 pontost. 13-12 jelenleg. Eddig a szezon legjobb meccsét nézzük most egyébként, és ennek utolsó perceit. Micsoda izgalmak! Egy nagyon indulatos, nagyon küzdős, nagyon brusztolós meccsen. Vári pedig... Hűha, nagyon megkergetik. Vári lenyomja az emberét, és aztán még életben tartja a játékot eddig. Egy ponttal vezet a Cowboys. Hát az Entroners kezében a saját sorsa, úgymond a Cowboys defense kezében a saját sorsa. És így mezőnygól pozícióba kell vinnie az Entronersnek a labdát. Közben lemaradt. Nem felkelt mindenki. Szóval az Entroners offense-nek ennél igazából nincsen úgymond jobb szituáció. A kezemben a sorsom. Na figyelj, ugye nyilván tudod, hogy 1 perc 28 másodpercnél, mint hátralévő idő, ilyenkor mi a procedúra? Nem. Tehát szeretnéd az utolsó drive-val esetleg még az MVP-t megváltoztatni, igen. Vagy van? Igen. Teljesen egyértelmű. De egyébként van már jelölted? Van. Jó. Nem vakon megyek neki, de azért meg most még nagyon nagy dolgok történhetnek. Hát hogyne.
itt még nem szabad azt hiszem semmit elkiabálni valóban. Na! Nézzük akkor Magyar Csanád kirúgását. Széllel szemben. Most egyébként annyira nem tombol, mint eddig. Nyilván nem akart volna annyira mélyed, de mégis Tóth kezében a labda. A visszahordás pedig elindul, és meg is áll. Mégpedig éppen a 30-ason kapják el. És az a helyzet, hogyha az Entronens kispadjára nézünk, akkor ott van az a játékos egyébként, aki el tud dönteni egy ilyen mérkőzést a lábával, akár nagyon mélyről is. Van-e annyi ebben a fehérvári támadó alakulatban, hogy fölálljanak, szerezzenek annyi yardot, hogy akár 55-ig is elvigyék a kikerjüket? Hát igen. Akár mennybe menjem. Az első Cowbells touchdown szerzője Ola Richard csinálta meg az imént a szerelést a 30-ason. Innen indul az Entronev. 82 másodperce van a fehérvári csapatnak. Gombos! Megvan Tuyaso a elkapása! Field goal távolságban az Entronev. És még van időkérése a fehérvári csapatnak. Hát azért a field goalnak meg igen gombos lehet. De minden esetre a 38-asra viszi át. Úristen, még mi lehet itt? És akkor indul az óra. Vajon rá gondoltál, amikor azt említetted, hogy bármennyire is mélyen van az Entronet, a saját térfelén van egy játékos, aki bárhova ki tudja mozgatni a labdát? Rá is. Gombos passza. Kergetik. Megpróbálják sietetni. Ezt Gombos el kellett dobnia. Ugye ez a 38-as. Ez még azért összességében ugye egyrészt magyar rúgó csúcs lenne. Maradjunk annyiban, hogy akkor a szenzáció lenne innen ezt beverni, hogy arra még egyelőre nem találtam meg a megfelelő jelzőket. Felrobbanna a stadion, az egészen biztos. Második és 10, 46 másodperc. Nyilván szeretnék közelebb hozni a kikerüket. Tuyaso kint elkapóban, Poprádi és Tóth mellett, Novakov futóban. És második kísérlet. Nagyjából a 30 yardosnál van reális esélye Baksának egy még mindig igen erős mezőnygólra, de Gombos elindítja hosszan. Azt nem lehetett elkapni. Tóth Csaba próbált lépés előnybe kerülni Demeterhez képest. Ez nem igen jött össze. Harmadik kísérlet. 40 másodperc. És vannak időkérései az Entronersnek, ami azért érdekes, mert egy kicsit tudott volna talán javítani ezen a pozíción. A rugónak nem feltétlenül kellett volna ezt a hosszú labdát megkockáztatni. Na de most harmadikra tudnak-e annyit segíteni a rugónak, hogy az már egy baráti mezőnygól távolság legyen. Időkérés. Átveszélik Jim Bordék. Hazai csapat, második csapat időkérés. Számolgassunk, ha már szeretünk számolgatni. Imádunk. Imádunk számolgatni. 38 yardon van jelenleg a labda. Igen. Plusz 10 az endzon. Igen. 48. Igen. Plusz 7. Igen. 55. Az 55. Igen. Feri Döleg. Hát volt egy hasonlója két hete. Mondjuk a szél az segít. Hát segít el, mert igazából lehet, hogy oldalra fújja a lasztit. Oldalra is fújhatja. Azért 55 yardról már nagyon-nagyon magabiztosan kell azt a kettő közébe csavarni, és nem csak a távolság a kérdés. És ugye Baksa nem ezen a pályán rúgta az 54-esét. Ugye Lions ezen a pályán rúgta az 55-ösét, pont erre a kapura. Hú, hát azért mondom, hogy két futással nem hát, hogyha négy yardot szereztek volna két futással, azzal is már jobb lenne a helyzet. Na jó. Nem fognak futni, Tuyaso szóval kint van szélen. Harmadik kísérlet, Gombos. Megy rá Magyar Ádám. Megvan az elkapás, és ki tud lépni.
Ha ez catch, az Tóth Nándor! 35 másodperc van még az órán. És ez így egy könnyen mezőnygól távolság. Jóval! Na nézzük! Itt látjuk ugye, Tóth fölugrik, az egészen biztos megvan, azt szerintem. Egy láb bent van. Megvan az elkapás. Ráadásul first down is egyébként, mert... Ja. Lehet, azt gondolom, hogy vissza kell nézni a játékvezetőknek ezt, hogy biztos legyen. A pályán hozott döntés, hogy a játékos a pályán belül kapta el a labdát, és nem érte el a forward progress, a first down vonalát. Az előző játékot visszanézzük. Igen, vissza kell nézni. Ez most egy olyan játék, ahol egyértelművé kell tenni a játékot. Most ugye még az lehet egy kérdés, hogy vajon az a két láb, hogy a külső láb volt-e elővlent. Pontosan ugyanerre szerettem volna beszélni, hogy nem vagyok benne biztos. De hát mindjárt meglátjuk. És nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Még akár az se, hogyha nincsen meg a first down, azt szerint... nem. Belső. Belső-külső. A belső. Belső-külső. Itt már bent, künt. Az, kinti. Bent, künt. First, vagy mi ez? Elkapás. Elkapás, de nem first down? De az ott van a nyalóka. Na? Szerintem... Elkapás és first down. Elkapás és nem first down. Szerintem nem first down. Elkapás és first down. Az jó. Már ott a vonalon volt nekem. Hát igen. De az biztos, hogy elkapás. Ott a láb. A belső láb pályán belül, ez elkapás, first down, igen. És first down. Igazad van. Azt mondják, hogy fontos, hogy az ember elfogadja azt, amikor nincs igaza. Igazad van, András. Gratulálok, Zahó. Ez egy nagyon komoly beismerés. Minden esetre ez egy továbbra is azt gondolom, hogy jó, lehet, hogy volt egy-két... olyan elnézett holding, de a legjobban vezetett meccs eddig a szezonban, még pluszban amellett, hogy a legjobb meccs is. Ez egy hihetetlen izgalmas mérkőzés. Szerintem, hogyha a HFL történetének top 10 meccsét nézzük, easy, benne van. Aha. Benne van. És jó ezt látni. Tehát, ez first down. Fotballidő, nagyon szépen telt lelátók, és egy nagyon-nagyon-nagyon brusztolós defense-ek által dominált első félidő, a második félidőben villanó támadójátékok. 28-ason lesz a labda. Számolgassunk tovább, mert ugye annyira belejöttünk. Azért az már... Egy barátibb 45, igen. Igen. Kérdés, hogy megremeg-e az a láb? És egyébként még hozzáteszem, hogy mivel ugye kilép, tehát megállt az óra, még van egy... Van még egy, ha jól egy évedek. Még igen, van. Tehát még akár még ezt is lehet javítani. Persze, meddig húzzák. Na! Lássuk a hivatalos, vagy hát halljuk a hivatalos bejelentést. Viszont során a pályáhozott ítélet marad, a játékos elkapta a labdát, a 32 yardos vonalnál ért véget a forward progress, ezért az elkapás first down eredményez. Tehát first down és a 28-as, de az itt egy 7 yard véletlen. A 28-ason ért véget. Mindegy, nem is az a lényeg, az ítélet megint tökéletes. Azt kell mondjuk így van, hogy ez egy teljesen jó bírói ítélet volt. Első és 10. Hát az lenne még óriás dráma egyébként, hogyha oda jutnának field goal közelségbe, és kihagyná a rugó. De nem akarok semmit a falra festeni. 35 másodperc van hátra, és a Cowboysnek a labdát kell szereznie. Mert különben az Entronersnek lehetősége nyílik majd rúgni a győzelemért. Tujászóval pedig a center mögött. Na tessék! Ezzel lehet még jobb helyzetbe hozni az Entroners rúgót. Ennyivel sikerült. Időt kell kérnie. Az Entronersnek az utolsót kell elsütni. Nem, hagyni fog majd lepörögni egyébként. Az igen, bocsánat, így van, így van. És majd utána fogja elsütni. Mert most már nem kell persze tovább javítani ezt a mezőnygól pozíciót, ami egyébként Baksának abszolút megoldható. Úgyhogy valóban lepörgetik az utolsó másodpercekig, és akkor a field goal-lal megpróbálják megnyerni a mérkőzést. Közben itt Cowboys szurkolók már meglehetősen örülnek. Hazai csapat. Biztos azt hitték, hogy elfelejtették. Harmadik utolsó csapatidőkérés.
de nem. Nem felejtett el. Jim Ward sokkal-sokkal tapasztaltabb mester ennél, hogy ezt elhibázza. Field goal-lal nyerheti meg az Entroners a mérkőzést és a második helyet. És a 25-ösig vitte előre, ami akkor azt jelenti, hogy egy hát 25-26 között van, egy 42-43. Láttunk már ilyet egyébként Baksától, mondom, azért az, hogy most a szituáció az, hogy ha berugod, mennybe mész, ha nem, hát nagyon nem. Na! A Cowboys nyilván blokkolni szeretné ezt a rugást. Baksa megszámolja az embereket, nehogy ilyennel legyen baj. Hogy többen legyenek. Volt már blokkolt field goal, éppen Baksáé, az is 40 pluszos volt. A Cowboys speciális egysége képes lehet még ezt a csatát, ezt a kis mini csatát is megnyerni. Baksa, blokkolják! És a Cowboys speciális egysége megnyeri a meccset! Mennybe mennek! Lapos volt a rúgás egyébként! Meggyeri a Cowboys! Mérkőzésnek! 13-12-re nyer a Budapest Cowboys! És első a Budapest Wolves! Második a Cowboys! Harmadik az Entroners! És negyedik a Capitals az alapszakasz végén! Ezt a finish! Hát ez zseniális meccs volt! Ezt a finish! Hát ez... elképesztő, MVP! MVP, bocsánat! Azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzésen belefér az, hogy nem feltétlenül a győztes csapatból választunk MVP-t. Jabrai Reagan abszolút megérdemli azt, hogy ő legyen a legértékesebb játékos ezen a meccsen. Jabrai Reagan tehát a mérkőzés MVP-je, ami így neki csak egy kis aprós szépségtapaszt lesz. Hozzáteszem, hogy mindig úgy emlegettük ezt, az egész mérkőzést, hogy régen egyénileg a Cowboys védelem meg csapatként dominált. A Cowboys védelemnek oda lehet még adni egyébként, de gyakorlatilag az egész csapatrésznek. A speciális egység pedig, ahogy ugye sokszor szó volt, hogy vajon megnyeri-e a Cowboys offense, hát végül is egy kicsit hozzárakott. Mészáros Márton továbbra is futja ezt a zseniális szezonját, de összességében azért ez a Cowboys védelem és pluszban a speciális egység hozzátette azt a faktort, ami a második helyet eredményezte. Azt hiszem, soha ne legyen rosszabb mérkőzésünk. Tényleg azt gondolom, hogy top 10 mérkőzésben benne van. Az ESPN-nél vannak klasszikus mérkőzések, hát a HFL klasszikba is teljesen belefér egy ilyen meccs. A HFL klasszikusok közé, tehát ez bekerült, azt hiszem, hogy ezt majd még fogjuk emlegetni a későbbiekben. Amit most emlegetünk, hogy holnap 11.45-től Miskolc Steelers Győr-Sárc mérkőzés az ötödik helyért. Ez egy óriási, felejthetetlen csata volt. Ezzel búcsúzunk most, mert hogy lejárt közben a műsoridőnk. A Budapest Cowboys második helyen zárja az alapszakaszt, és biztos elődöntős. Viszontlátásra!